8-as napirendi pont tárgyalása következik, ez a meghívóban a 16-os napirendi pont volt. Előterjesztés a Hajnási Gyógyfürdő Kft. OEP-es gyógykezelésének a 2024 évi ördészének biztosításáról szóló előterjesztés. Bizottságok tárgyalták és elfogadásra javasolják. 2012-ben döntött úgy először a testület, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által támogatott fürdőgyógyászati kezelésekért a jogszabályban meghatározott mértékű és a kezelést igénybevevők által megfizetendő díjakat átvállalja. Ezek alapján került előterjesztésre ennek a 2024 évi mértéke. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás, észrevétel. Szeretném jelezni, hogy jövő évben én szeretném, hogy ez a rendelet, vagy ez a határozat visszakerülne, és egy valós önköltségi számítás után megvizsgálnánk azt, hogy ez milyen formában és hogyan fedezi ez a költség a valós fürdőgyógyászati kezeléseknek az önköltségét. Ennek a tudatában kérem, hogy fogadjuk el a határozati javaslatnak a határozati javaslatot. Bocsánat, erről döntünk most. Megállapítom, hogy 12 igennel elfogadtuk. Köszönöm szépen. 9-es napirendi pont tárgyalása következik, ez a meghívóban a 7-es napirendi pont volt. Előterjesztés hajdanás város település szerkezeti terv és település szerkezeti terv leírása, valamint a helyi építési szabályzat és szabályzati terveinek 2023 évi 3-as számú módosítása, környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntése tárgyában, ez nem más, mint az M3-as autópálya új csomóponti kapcsolatok kialakításában érdekében című előterjesztés. A bizottságok tárgyalták és elfogadásra javasolják. A településrendezési eszközök jelen módosításának oka, hogy az új M3-as autópálya csomópontok és kiszolgáló létesítményei meg tudjanak valósulni. Ez a közútfejlesztési projekt szorosan kapcsolódik a MotoGP versenypálya létesítéséhez. A fejlesztés célja a versenypálya közúti kapcsolatnak megfelelő szolgáltatás szintű biztosítása. A környezeti vizsgálat szükségesének eseti eldöntésére irányuló eljárás során a bevont véleményező szervek azt vizsgálják, hogy a tervezett fejlesztés megvalósítása során várható-e káros környezeti hatás vagy sem. Megadom a szót főépítészasszonynak. Parancsoljon, hogyha van esetleg kiegészítés. Köszönöm szépen, polgármester úr, nincs kiegészítésem. Köszönöm szépen. Van-e kérdés a képviselőtestület tagjai részére? A kérdések során lezárom. Hozzászólás, észrevétel. Olá Miklósnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr. Bizottsági ülésen is felvetettem meg, amikor a MotoGP pálya ügyeit tárgyaltuk hasonló témakörökben, akkor is javasoltam, de most is javaslom. Hogy én szerintem az önkormányzat joga, lehetősége több, mint az, hogy a véleményező szervek válaszait összegezzük, és annak alapján hozzunk döntést. Ez a terület, amelyiket érint ez a leendő beavatkozás, ugyanúgy, mint a MotoGP pálya része, védett növényeket és védett állatok életterét tartalmaz, ezért szerintem indokolt egy környezeti vizsgálat ebben a kérdésben. Már láttam, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park is azt mondja, hogy nem. Az ő dolgaihoz esik legközelebb, de a valóságban ott tenyészik a réti őszi rózsa és ehhez kapcsoló egyéb növény és állatvilág. És ezt érinteni fogja az a rész, amelyik a görbeháza felől eső leágazás. Köszönöm szépen. Köszönöm, Dózsa Miklósnak adom meg a szót. Parancsoljon, képviselő úr. Közvetlenül tartozik, de végül is mégis egy lakosság észrevételt szeretnék elmondani. Ő is örömmel látta azt, hogy megjelent ez a hír, és benne volt, hogy a várhatóan a teherautó forgalom hagyományáson csökkenni fog, mivel átadásra került ez a csomópont. De mégis úgy látja, hogy ez nem, tehát ugye mivel Balmazó, tehát Hajdúszoboszló Balmazóvásár irányából a teherautók hajdonálláson keresztül, ha Nyíregyházára mennek tovább, tehát hajdonálláson keresztül mennek. És ez anyagi okokból nem is fog változni, tehát hiába adták át a csomópontot, ők lejönnek, vagy hogy nagyot el sem mennek az autópályára, mert jobban megéri nekik a mellékútvonalakon jönni, vagy közlekedni. Tehát ez kéri, mondja, ez egy lakossági észrevétel, hogy ha tud az önkormányzat ebben lépjen, hogy akadályozza meg azt, hogy ne hajdonálláson keresztül közlekedjenek a kamionok, teherautók, mivel most már lehetőség van autópályán. Igaz, hogy költségbe valószínűleg többe kerül nekik, de ott kellene, hogy ne
a nánás útjait tegyék tönkre, és zavarják itt a lakosságot. Köszönöm. Mielőtt megadom a szót főépítész asszonynak, nyilvánvalóan ez a probléma ismert előttünk. Napokban került átadásra az a visszafordító szakasz, ami egyébként Nyíregyháza és Debrecen között egy valódi összeköttetés biztosít. Korábban ez nem volt meg, hiszen a beruházás kapcsán az a nagyszerű ötlete támadt az akkori szocialista kormánynak, hogy ezt a visszafordítót megspórolja, és ebből építette meg az Archeoparkot, ami egy nagyszerű beruházás volt. Ott is érdemes lenne megnézni, hogy mire használják ezt, drága elnökasszony, ha már megyei elnökként is itt van a köreinkben. Mert hogy ott az több milliárdos kérdés vett föl, de nem is az a legnagyobb baj, mert ez is egy dolog, azzal majd elszámol mindenki a lelkiismerete szerint, hanem az, hogy eközben nyilván nem használták a Nyíregyháza és Debrecen összekötő autópályaként ezt az útszakaszt, mert nem lehetett használni, mert nem volt sem lehetőség a Debrecen irányából Nyíregyházára fordulni, és onnan pedig vissza Debrecen irányába. Ez történt most meg, ez pótolta gyakorlatilag az a beruházás, amit a napokban került átadásra. Amire főépítész asszony itt van velünk, és amiről szólunk, az egy másik lehajtónak a megépítése fog megtörténni, ez Görbeháza a közvetlen közelébe fog megtörténni. Amit képviselő mondott, én azt ritkán tapasztalom, hogy valaki azt mondja, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park az nem képes és nem akarja megvédeni a természeti értékeket. Az egyik legrégebbi és legpatinásabb nemzeti parkunk. Én még ilyet nem hallottam, hogy ezzel gyanúsították volna őket meg, de ha ön ezt meg akarja tenni, képviselő tegye, biztos örömmel fognak önnek majd képet adni arról, hogy mit tettek és mit nem tettek. Főépítész asszony, parancsoljon! Köszönöm, polgármester úr! Olá Miklós képviselő úr felvetésére szeretnék reagálni. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hulladékgazdálkodási Főosztálynak a véleményéből a természet- és tájvédelmi szempontok vizsgálatát szeretném felolvasni, amiben leírja, hogy a tervezett beruházás során készült egy előzetes környezetvédelmi hatástanulmány dokumentáció, és egy határozatában megállapította, hogy a dokumentációban a beruházásnak jelentős környezeti hatása nem feltételezhető. Ezt alátámasztotta azzal, hogy az előzetes vizsgálat során figyelembevételre kerültek az érintett területen előforduló védett fajok, megóvásuk érdekében szükséges műszaki megoldások, időbeli korlátozások, szükséges beszerzendő engedélyek pedig az ő határozatában előírásra kerültek. Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólási szándék? Megadom a szót a polgármester asszonynak. Parancsoljon a polgármester asszony. Köszönöm a szót, polgármester úr, csak hogy hajdonlanásiak számára is érthető legyen. Én két nagyon fontos dolgot szeretnék kiemelni ebben a tekintetben. Volt egy felvetés a védett növények, védett állatok élőhelyére vonatkozóan. Köszönjük főépítész asszonynak a kiegészítését. Le kell szögeznünk, hogy történt ilyen környezeti hatástanulmány, vagy környezeti vizsgálat, és a szakértők azt mondják, hogy nem indokolja semmi azt, hogy intézkedést kellene tenni. Nekem személy szerint meggyőző volt a testületi anyaghoz csatolt mellékletek, amik ezt bizonyítják. Viszont egy másik megállapítást is szeretnék tenni, ami egyébként sok mindenre választhat az elmúlt időszakban. Ez az előterjesztés is, és lesz még egy, ami szintén tartalmazza azt, hogy még mindig ezek a fejlesztési elképzelések a MotoGP pályához kapcsolódnak. Semmit sem előrevetítve, csak a tényekhez ragaszkodva, szívem szerint megkérdezném, hogy miért beszélünk akkor még mindig olyan dolgokról, ugye most az akkumulátorgyár újra visszacsatolódik, mert hogy önök erre hivatkozva és a MotoGP pálya nem létére hivatkozva teszik fel folyamatosan ezeket a kérdéseket, nincs létjogosultsága. Le van írva két előterjesztésben. Szeretném, ha végre pontot tudunk tenni, és ez elegendő bizonyíték lenne önöknek is. Persze a cél az nyilván nem ugyanez, hanem majd ki, ezek az információk semmibe fognak veszni, ahogy ki lehet innen menni, és mondjuk a hajdonállási televíziót felhasználva olyan információkat juttatni a város lakosságának, ami nem valós és teljesen alaptalan. Köszönöm szépen. Bódi Juditnak adom meg a szót. Barátság, képviselő asszony. Hát csak egy mondat erejéig, hogy drága polgármester asszony, nem a hajdonállási televízió sugározza azokat az információkat,
ami folyamatosan arról szól, hogy a MotoGP pálya sajnos nem fog megvalósulni. Országos média, írott termékek, bármilyen más információ, kinyitja az ember az internetet, azonnal ebbe, ezzel jön szembe. Ne bántsa a hajdunánási televíziót, mert pontosan nem ő az, aki ebben egyáltalán egy kicsit is benne van, hogy ez az információ. Nagyon sajnáljuk, mert szerintem hajdunánásiaknak ez a legrosszabb, ami lehet, hogy lebegtetve van a MotoGP pálya története. Egy, nem tudjuk, hogy mi történik azokkal a területekkel, miért kellett ezt az egész hajcőt véghez vinni. Ha már elindultunk rajta, akkor valósuljon meg, vagy hozzunk rá olyan beruházást, ami nem bántja az emberek egészségét, a környezetet, és egyébként a város fejlődése szempontjából előre visz. Mi lennénk a legboldogabbak, ha azt tudnánk mondani erőteljesen és biztonsággal, hogy igenis most már ki lehet mondani, hogy meg fog valósulni a MotoGP pálya. Látom, hogy folyamatosan idegesek egész nap, velünk veszekszenek, minket hibáztattak mindenért. Nyugalom, kérdéseket teszünk föl, erre kell egy egyszerű választ adni, és kész. Köszönöm szépen. A tagozatból azért ez nem volt rossz, de én is próbálok felzárkozni képviselőasszony mögé, vagy mellé. Már meglátjuk, hogy ott sikerül. Ami a lényeg, hogy arról beszélünk, hogy a MotoGP pálya lesz, vagy nem lesz, ezt nem mi tudjuk itt megbeszélni, mert nincs benne hatáskörünk. Az viszont egy másik kérdés, hogy addig, amíg ez nincs kimondva, hogy lesz és nem lesz, akkor önök honnan veszik a bátorságot, hogy folyamatosan akkumulátorgyárról beszélnek? Most mondta ki. Nem érzik azt, hogy azért ez gáz? Hogy valamiről még nem tudjuk, hogy lesz, mi nem lesz, de önök már állítják, hogy más lesz. Én óvatosabb lennék. Azzal is óvatos lennék, hogy lesz a MotoGP, nem tudom megmondani. Ez, aki most itt jelentkezik a terembe, és azt mondja, hogy ő neki erről papírja van, hogy ez nem lesz, azt én azt mondom, hogy akkor nagyon jó, mert ő valami sokkal többet tud. Mutassam meg. És az is egy érdekes kérdés, és szerintem, ha MotoGP-ről beszélünk, kedves képviselőasszony, és hogy ki járt jól mondjuk az előkészítésével, én kimerem azt jelenteni, ha valaki jó járt, akkor önök kifejezetten jól jártak földcsere ügyben. És és utána ebből lehúzni azt a bőrt, hogy egyébként ez borzasztó és fúj. Azt tudom mondani, hogy jelen pillanatban van egy még érvényes határozata a kormánynak, hogy egy versenypályát szeretnének építeni. De azt gondolom, hogy egy tisztességes hozzáállása volt a városnak és a gazdálkodóknak is, amikor együttműködtek és közreműködtek azért, hogy ez a terület összeálljon és rendelkezésre álljon ennek a pályának a megépítésére. Én a múltkor elmondtam, hogy egyre kevesebb esélyét látom, hogy ez a pálya megépüljön. Ettől őszintén nem tudom mondani, de összességében nem lehet kijelenteni azt, hogy ez a pálya megépül vagy nem épül. De annak örülök, amit mondott, azzal teljesen egyetértek. Ha egyébként nem lesz pálya, kell egy B-terv, és szeretném hangsúlyozni, hogy a város érdekében szükséges is lenne ipari fejlesztésre, napláne nem arra, amit önök folyamatosan mondanak. Egészen biztosak lehettek benne. Amíg polgármester vagyok polgármesterként, amikor már csak civil leszek, akkor civilként fogok mindent megtenni, ha valakinek eszébe jutna, hogy egy olyan beruházást próbáljon idehozni, ami egyébként nem szolgálja a város érdekeit. Ezt tudom kerekperec mondani, jelen pillanat, én eddig még soha nem tárgyaltam ilyenről, eztán sem kívánok, érdemben egészen biztosan nem. De hogy az alapigazságokat ki kell tudni mondani, és nem kell ettől megijedni. Én azt gondolom, hogy aki lehúzza a rókáról a bőrt, akkor annak a többi részét is el kell takarítani. De az nem lehet, hogy a bőrt lehúzzuk, aztán meg azt mondjuk, hogy semmi közünk hozzá. Igenis. Én azt gondolom, hogy tisztességes volt a hozzáállása a városnak. És én azt kérem, innen is, de egyébként, hogyha engem megkeres bárki, azt mondom a magyar kormánynak is, hogy mielőtt bármilyen hasznosításában gondolkodik ennek a területnek, azt a város vezetésével tárgyalja meg. Ettől nyíltabban, őszintén nem tudok erről beszélni. Bódi Juditnak megadom a szót. Van egy csak képviselőasszony. Igen, csak egy pontosítást szeretnék, hogy újra kimondta a polgármester úr, hogy nem hisz benne, hogy meg fog valósulni a MotoGP pálya. Én pontosan ezért kérdezem minden hónapban, minden alkalommal, mert ma Magyarországon azt éljük, hogy egy reggel a városlakók felébrednek, és egyébként azt látják, hogy meg fog valósulni egy ilyen típusú beruházás a város szélén.
és ez egy reális alternatíva és egy reális veszélye Hajdunánásnak is. És ezért szajkózzuk és mondjuk előre, mert hogy ezek az emberek tényleg korrektül álltak, bár elég erős szívfájdalommal, éppen tegnap volt egy személyes tapasztalatom a főtéren egy beszélgetéssel, egy hölgy jött oda hozzám, aki elmondta, hogy óriási csalódott ebben a történetben, de az biztos, hogy nem azért adta oda a saját földjét és tanyáját, hogy egy akkumulátorgyár épüljön rajta. Tehát pont ezt szeretnénk elkerülni, hogy a hajdunánásiak egyszer csak felébredjenek, és ebben vannak rossz érzéseink. És én értem, hogy ön biogazdaként küzd, és nagyon vehemensen képviseli ezt az ügyet, de önnek októberben megáll a mandátum. Igen, képviselőasszony, és hozzá szeretném tenni, hogy én nem csak szavakban küzdök, mint ön, hanem teszek is azért, hogy a környezetünk olyan legyen, amilyen. Ön meg úgy látom a mai beszélgetésünk alapján, abszolút kiderült. Ön egy gazdasági érdekcsoportot képvisel, én meg a várost képviselem. Ezt tegyük tisztába, jó? És a város lakosságát. És amíg ez a dolgom, ezt is fogom tenni. Szavazásban vagyunk, aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, az kérem, hogy igen gomb megnyomásával tegye. Megállapítom, hogy 8 igen, 4 tartózkodással, hogy nem, de elfogadásra került ez a határozati javaslat is. Köszönöm főépítészasszonynak, de szóval még lesz, még marad még közöttünk. 11-es napirendi pont tárgyalása következik, ez a meghívóval 12-es napirendi pont volt. Tájékoztató a Dorogi út 3 szám alatti ingatlan helyén megvalósuló. Kimaradt a 10-es, elnézést. 10-es napirendi tárgyalása következik, ez Hajdonás város település szerkezeti terv és település szerkezeti terv leírás, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási tervének 2023 évi harmadik számú módosítása, partnerségi egyeztetés lezárása tárgyában, ez az M3-as autópálya új csomóponti kapcsolat kialakítása érdekében. Igen, ez a bizottságok tárgyalták és elfogadásra javasolják, gyakorlatilag az előző témának a folytatása. Van ehhez kiegészítése, főépítészasszonynak? Köszönöm, polgármester úr. Egy mondattal reflektálnék az előző témához és hozzászóláshoz. Szakmailag, hogyha ennyi segítséget tudok adni a félelemhez és a kétségekhez. Jelen pillanat a MotoGP pálya területe az egy beépítésre nem szánt terület. Magyarul nem lehet beépíteni ezt a területet. A különleges sportterület azt jelenti, hogy egy különleges sportfunkcióhoz konkrét kiszolgáló létesítmények elhelyezése rakható le erre a területre, és ha ez a szándék megváltozik magasabb szintű jogszabály megváltozásával, törvény és jogszabály írja elő, hogy elsődlegesen és mindenképpen Hajdunánás Városi Önkormányzat képviselőtestülete dönt a megváltoztatásáról. Magyarul, hogy a beépítésre nem szánt terület, beépítésre szánt esetlegesen iparterületté valósulhatna meg, de nyilván ez nem szándék. Tehát ilyen övezeti besorolás alapján ez lehetetlenség. Gyakorlatilag a mi döntésünk nélkül itt nem történhet semmi sem. Erről tudunk döntést hozni, ha nincs kérdés, hozzászólás, észrevétel, most tudunk döntést hozni. Köszönöm a kiegészítését, főépítészasszony. Most jön a 11-es. A 11-es napirendi pont tárgyalása következik, ez 12-es volt a napirendek sorában. A tájékoztató a Dorogi út 3 ingatlan helyén megvalósítanó önkormányzat társasház, iroda és üzletház koncepciós terv ötletpályázattal kapcsolatban a bizottságok tárgyalták és elfogadásra javasolják. Ugye egy önkormányzat, hogyha egy kicsit a jövő szempontjából gondolkodik, akkor kell, hogy tervekkel rendelkezzen. Tulajdonképpen mi ennek egy picit elébe mentünk, és egy olyan tervpályázatot írtunk ki, ami ennek a városközponti résznek a rehabilitációjáról szól, amit az önkormányzati épület mellett lévő terület. Egyrésztről nyilván abba bízva, hogy lesz újra bérlakásépítési, vagy lehet bérlakásépítési program, és mire ez bekövetkezik, addig az önkormányzatunknak legyen egy társadalmi vitán és szakmai vitán átment anyaga, arra vonatkozólag, hogy mégis ezzel az ingatlannal mit lehetne és mit nem. Hogyha valaki járt ezen az ingatlan részen, az láthatja, hogy egy rész elég méltatlan állapotban van. Ezek a épületeknek egy része valamikor istállónak épült, és gyakorlatilag
vagy csak a korábbi épületeknek a nyomai fedezhetőek fel. Egészen biztosan kellene, hogy választ kapjunk ezekből a pályázatanyagokból, és azt gondolom, látva és ismerve az anyagot, ami elkészült, sok olyan újszerű gondolat és javaslat érkezett, vagy valósult meg a koncepció tervben, ami egyébként megfontolandó, és mindenképpen irányt mutat akár a jövő szempontjából is. Itt én még arra hívnám fel a figyelmet, hogy a város, a belvárosnak a parkolási gondjai igen jelentősek, ezért én mindenképpen azt gondolom, hogy ha egyszer odáig eljutunk, akkor én felvetem azt, hogy akár többszintes mélygarázsnak az építése is realitás és ésszerűség lehet, hiszen valljuk be őszintén, a lakóingatlanok száma nem nőtt olyan mértékben, de az egy család által használt gépjárművek száma az jelentősen megnőtt. Ezt nyilván a várost, mint egy ilyen gumilapot nem lehet széllyel húzni, és nem lehet több parkolót és több férőhelyet biztosítani. Ezért az elkövetkező időszakban történő bármi nemű beruházás kapcsán arra hívom fel a képviselőtestület és a város lakóinak a figyelmét, hogy erre mindenképpen figyelemmel kell, hogy legyünk, és meg kell próbálnunk ezt a funkcionális zavart a városban kezelni, hogy gyakorlatilag a gépjárművek száma jelentősen megnövekedett, és a rendelkezésre álló parkolóhelyek számát még nem tudjuk tetszés szerint növelni. Kiegészítés, főépítész asszony? Prezentációval készült. Ez egy prezentációval készült, ezt tulajdonképpen a képviselőtestület és város lakossága is láthatja azon a képernyőn keresztül. Szóban kommentálja? Igen. Tisztelt képviselőtestület, a prezentáció során a nyertes díjazott pályázati mű látható. Szemléletes látványtervekkel próbáljuk bemutatni, hogy a kiírt ötletpályázat milyen magas színvonalú pályaművek beérkezésének az eredménye. Ugye a képviselőtestület a tavaly nyáron döntött az ötletpályázat kiírásáról, ugye ez konkrétan a Dorogi utca 3 szám alatti 3501-es számú helyrajzi számú ingatlanra vonatkozik, ez egy közel 2000 négyzetméteres terület, melynek az udvari része elhanyagolt állapotban van. A jelenlegi saroképület elbontása után tervezett társasház, iroda és üzletház megvalósítása. Az ötletpályázat kormányrendeletben előírt tartalmi követelményeinek megfelelően elkészült és kiírásra került. Ez év január 2-áig vártuk a pályaműveket. 6 pályamű érkezett be, melyet egy 7-tagú bíráló bizottság bírált el. A 6 pályaműből 5 pályamű volt alkalmas tartalmilag és formailag arra, hogy bírálni tudja a bizottság. Erről készült egy részletes zárójelentést, ezt ugye a tájékoztatóhoz mellékeltük. Fontos volt ugye az ötletpályázat kiírásakor az, hogy a építésővezeti előírásoknak természetesen megfeleljen. Ez alapján ugye most látható is a prezentációban, hogy egy zárt sorú keretes beépítés tervezett, belül minél több zöld felületi fedettséggel, és ugye az is kritérium volt, amit polgármester úr említett, hogy a parkolás minél nagyobb számban, létszámban parkoló felülettel valósuljon meg, és preferencia volt a mélygarázs. Ugye ez a pályamű ezt is biztosítja, zöldtető megvalósításával, tehát még itt is pluszba megjelenik a zöld felület. A lakások tekintetében javasolta a tervezési program a 35-70 négyzetméteres lakások kialakítását, ugye a földszinten üzlethelységek, irodaházak megvalósulása történjen meg. Fontos szempont volt az is, hogy a helyi védett városháza, ami 1874-ben eklektikus stílusban épült, és szorosan kapcsolódik zárcsorú beépítéssel a modern épülethez, a modern és a hagyományos építészeti megoldások megfelelő hangsúlyra találjanak ebben a megoldásban. Hangsúlyoznám azt, hogy ez egy koncepcióterv, arra alkalmas csupán, hogy elképzeljük azt, hogy esetleg ha ez a tömb megvalósul, akkor milyen építészeti megoldással lehet összekapcsolni
a hagyományos és a modern építészeti megjelenést úgy, hogy ugye ez a város központjában helyezkedik el. Két ütemet vázol fel ez a pályamű. Ugye az első ütemben az üzletek és lakások megvalósulása, a belső térnél is szempont volt, és ezt megfelelően kidolgozza ez a pályamű, hogy esetlegesen a városházához kapcsolódó új közfunkciók, olyan köztereket alakítsanak ki, ugye, amit a város lakossága számára is nyitott, és bármikor lehet rendezvényekre is használni, illetve a keretben közvetlenül érintett Csokonai utca és a Nikodémusz utca felül is azok a társasházi lakók is élvezhessék ezt a közösségi teret, akik közvetlenül itt laknak, és a városházának is ugye ez a közös zöld területe, ami közterületi funkciót is elláthat a jövőben. A szakmai bizottság, illetve a bíráló bizottságnak ugye két kiemelkedő szakmai tagját sikerült meghívnunk, a Hajdú-Bihar megyei építészkamara elnöke Kina Tibor és Lengyel István delegált tag is részt vett, és örömmel konstatáltuk egyébként, mint bíráló bizottsági tag is, hogy, és szakember, hogy nagyon színvonalas pályaművek érkeztek, és örömmel konstatáltuk, hogy a város erre áldoz ötletpályázati szinten anyagi forrásokat is, és nyitott ezekre az ötletekre. Az ötletpályázat során ugye a bemutatott pályamű lett a nyertes, második helyet nem hirdettünk, és a harmadik helyet pedig egy hajdunánási Magi Tibor vezető tervező által vezetett építésziroda nyerte, úgyhogy két díj került kiosztásra, ezeket díjazta a bírálóbizottság, és ezeket a nyertes pályaműveket, terveket úgy gondoltuk, hogy akár ötvözve is az ezekben megtalálható építészeti ötleteket, megoldásokat lehetne egy építési engedélyezési tervszintű dokumentációt kidolgozni, felkérni, ugye az első javasolt az első helyezett építészirodát felkérni erre. Ugye most már jogszabályi kötelezettség, hogy valószínűleg ez országos építészeti tervtanácson is részt fog venni ez a társasház, hogyha eljut odáig, hogy engedélyes szintű dokumentáció készüljön. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm a prezentációt is, meg a munkába való részvételt is. Szerintem ez egy szép és hasznos előkészítés, és én az arra biztatom főépítész azt, hogy vigyük is tovább, nézzük meg azt, hogy mi lehet a következő lépcső ahhoz, hogy letisztuljon és egy olyan akár koncepcionális terv alakuljon ki ebből az egészből, ami alkalmas arra, hogy azt utána kiviteli tervé is tudjuk formálni. És kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés a bemutatott prezentációval kapcsolatban. Kérdést nem látok, hozzászólás észrevétel. Megadom a szót a Láb Miklósnak, parancsoljon képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Azt gondolom, hogy jó ötlet volt a pályázat kiírása, és sok szép tervkoncepció érkezett be. Színvonalasak és érdekes megoldásúak. Én feltételeztem azt, hogy egy helyi tervező nyerheti esetlegesen meg, de bármennyire is nézegettem, de egyébként jó helyezést ért el. A bíráló bizottsággal teljesen egyetértve, hozzátéve az, hogy nyilván itt vannak szakmai, meg egyéni ízlésbeli dolgok is, de ténylegesen ez a pályamű az, amelyik mind a környezetben, mind a térben legjobban beleilleszkedik, belesimul. Tehát én teljes mértékben egyetértek a döntéssel, és köszönöm szépen a tájékoztatást erről. Köszönöm szépen, a polgármester asszony. Köszönöm a szót, polgármester úr. Abban a szerencsés helyzetben voltam akkor, hogy részt tudtam venni a díjátadó ünnepségén ennek a tervpályázat zárásának, és meglepő volt az a szakmai hozzáállás és az a munka, amit ebbe beletettek a bizottsági tagok, úgyhogy én ezúton is szeretnék nekik nagyon nagy köszönetet mondani. Mindjárt az én megítélésem szerint, és nyilván nem vagyok hozzáértő, mindegyik pályamű nagyon jó volt, de valóban azok a szakmai indoklások, amit akkor ott megtettek, azok alátámasztották azt a döntést, és szeretném kiemelni azt a pozitív gondolkodást és előremutató gondolkodást, ami nagyon fontos volt az elmúlt időszakban is, Hajdú Dánás életében
erre csatlakozik rá ez az iránymutatás is, amit polgármester úr javaslatára elkészítettünk. Én azt gondolom, nagyon fontos és egy újabb olyan lehetőség, ami szebbé, jobbá és használhatóbbá tudja tenni a városunkat. Nagyon várjuk, hogy lehetőségünk legyen ezt a pályázatot megvalósítani. Köszönöm szépen. Hozzászóló. Muszki. Köszönöm szépen, még annyit hozzátennék, hogy valóban mindig szerencsés, hogyha helyi tervező tervezhet a településre. Annyi kiegészítést tennék, hogy titkosítva volt, ezt jogszabály előírja, titkosítva voltak a pályaművek, úgyhogy a bíráló bizottság tagjai egyáltalán nem láthattak se neveket, se az, hogy milyen helység vagy helyre érkezett ugye be a pályamű. De azért örömmel konstatáltuk, amikor a neveket felfedték, hogy a kettő díjazott közül az egyik az Hajdunánási építésziroda. Úgyhogy gratulálok ezúton is a tervezőnek. Köszönöm, jó magam is. Megadom a szót Budi Juditnak. Palacsony. Köszönöm szépen, és már tulajdonképpen választ kaptunk rá, mert én kérdésként szerettem volna föltenni, és én annak nagyon örültem, annak a mondatának, főépítészasszonynak, mikor úgy fogalmazott, hogy akár már az engedélyes építési tervek elkészítésénél több pályaműnek a gondolatát lehet ötvözni. Tehát az a dilemma, amit képviselőtársam is felvetett, és nyilvánvalóan szeretnénk azt, hogy hajdunánási tervezőirodának a gondolata is megjelenjen. Én ott látom biztosítva ebben a mondatban, amit ön is képviselt, hogy az ötletek azért ötvözhetők, tehát nem annyira mereven csak a nyertes pályázónak lehet az ötleteit felhasználni, úgyhogy én mindenkinek én is gratulálok ehhez a munkához. Köszönöm szépen, megadom a szót Kocsis Áron képviselőnek. Köszönöm szépen, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Én magam nagyon örültem ennek a koncepciónak és ennek a fajta gondolkodásnak, hiszen valahol egy olyan város rehabilitációs célkitűzés valósulhat meg benne majd a jövendőben, amely valóban a város élhetőségét, a város mind nagyobb funkcionális és infrastruktúrális kínálatát erősítse meg. Úgy akár, mint újabb üzlethelyiségekben, úgy akár, mint újabb lakás szám növekedésben, és úgy akár, mint akár a parkolóhelyek tekintetében. Én azt gondolom, hogy megint jól gondolkodunk ebben a tekintetben a jógazda gondosságával, hogy próbáljuk meg azoknak a jövendőbeli kihívásoknak megfeleltetni a város központját is, és belső tereit, amelyek ránk várhatnak, reménység szerint majd mind több és több lakásigényléssel és lakásigényelő fognak majd ideérkezni, akár olyan munkavállalók is, akik az itt körülöttünk lévő fejlesztési projektekbe fognak tudni részt venni, és akár úgy is, mint a városi intézmény rendszerben, vagy éppen a város közösségének gyarapításában és növelésében, lakosságának növelésében. Úgyhogy én innen is köszönöm szépen mindazoknak, akik gondolkoztak, terveztek, bíráltak, ehhez bölcsességük volt, látásuk volt. Úgyhogy én köszönöm szépen még egyszer főépítészasszonynak, és kérem tolmácsolja másoknak is ezt. A polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, az elmúlt években, mondhatom, hogy évtizedben, vagy talán több is már, polgármester úrral, illetve képviselőtársaimmal többször is téma volt már ennek a területnek a újragondolása. Most láthattuk, hogy ez az újragondolás milyen minőségben történt meg. Én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy talán ezzel is tudunk tenni a jövő hajdunánásáért, hogy egy modernebb építészeti környezet jelenjen meg a belvárosba, és talán azt a fajta elhibázott városépítési koncepciót, amely a 60-as évektől eluralkodott a városközponton, valamilyen szinten tudjuk kiegyenesíteni, javítani, amely mondjuk úgy, hogy abban a logikában született, hogy a múltat végképp eltörölni, és Hajdunánás belvárosát gyakorlatilag totálisan sikerült eltörölni a földszínéről is, és helyett olyan épületeket tenni, amelyeknek az esztétikai megjelenése, illetve magához, a városhoz való szerves kötődése meglehetősen kérdőjeles. Talán ez a beruházás egy új korszakot is tud indítani, illetve olyan lendületet tud adni, hogy még a városban lévő ilyen területek is hasonló módon tudjanak megújulni. Köszönöm szépen. Még egy gondolatot, hogyha nem tartom fel a tisztelt képviselőtestületet és a két előterjesztésem, illetve a tájékoztatásomat össze is kapcsolnám ezzel az építészeti gondolattal. Szintén volt szerencsém a MotoGP versenypályának a bírálók bizottságában részt venni,
és ott jegyzőkönyvbe kértem rögzíteni, amire én nagyon büszke vagyok, hogy Hajdunánás városnak van egy nagyszerű hungarikuma, ez pedig a szalmafonás. És hogyha egy építészeti létesítményt, és akkor még ugye a MotoGP versenypályának a létesítményéről beszéltünk, most pedig a társasházról, és ezt szeretném összekapcsolni ezzel a jelképpel, ezzel a hungarikummal, mindenképp szerettem volna, hogyha egy olyan komplexum valósul meg, amiről mindenki egyértelműen, mint a város jelképe, azt meg tudja állapítani, hogy ez bizony hajdunánási épület, hajdunánási komplexum, úgyhogy valamilyen építészeti megfogalmazásba mindenképp szeretném, hogyha megvalósul a MotoGP versenypálya, hogy ez a hungarikum valamilyen formába megjelenjen, és amikor a társasháznak a bírálóbizottsági tagjaként körbesétáltuk a terveket, akkor megint mosolyogva és örömmel konstatáltam, hogy megjelent megint az egyik épületnek az erkélyeinek a ornamentikájában és az építészeti domborzatában, megfogalmazásában ez a szalmafonás, úgyhogy én ezt, hogyha ebben részt tudok továbbra is venni, ami nagy örömömre szolgál, akkor mindenképpen olyan modern építészeti elemekkel ötvöző, hagyományos, és ez a hungarikum, amire szerintem az egész város büszke lehet, ez megjelenhet az építészeti megfogalmazásba, és ezzel kicsit hozzá tudunk tenni ehhez, akkor az nekem nagyon nagy öröm lenne. Köszönöm szépen, nem lerövidítve a mondandót, de hagyomány és innováció. Talán ez egy fontos kulcsmondat volt az elmúlt években is, és reméljük, hogy ez így marad. Az a tájékoztató elfogadásáról tudunk döntést hozni. Ez egy tájékoztató volt, ugye? Erről tudunk most döntést hozni. Aki el tudja fogadni, az igen-gomb megnyomásával. Megköszönve a főépítész asszony, a bírálóbizottság és minden pályázónak a munkáját. 12 igennel elfogadtuk ezt a tájékoztatást. Köszönöm szépen. 12-es napirendi pont tárgyalása előtt egy technikai szünetet rendelek el. Folytatja a képviselőtestület a megkezdett munkáját. A 12-es napirendi pont tárgyalása következik. Ez a 9-es volt az eredeti napirendek között. Ez javaslat a képviselőtestületnek 2024 évi munkatervének összeállításával, vagy ehhez kapcsolódó előterjesztés. Bizottságok tárgyalták, és mind a négy bizottság elfogadásra javasolja. Az SMS-ünk szabályozza, hogy a munkaterv összeállítását azt minden év végén meg kell valósítanunk. Erre teszek most kísérletet. Kérdezem, hogy ehhez kapcsolódóan van-e kérdés. Hozzászólás, észrevétel. Rózsa Miklósnak adom meg a szót, parancsoljon képviselő. Van egy javaslatom a március-április, hogyha valamelyik havi testetülése. Igaz, már volt az anyagban, de nem tudtuk igazán kitárgyalni ezt a dolgot, amire javaslatot szeretnék tenni. És hogy miért is teszem, az még ma is elhangzott már erre, de megerősít abban, hogy a Tedely városrész településen ismét volt egy bátor hölgy, aki elmondta azt, hogy elviselhetetlen Tedelyben az évet a szakterhelés miatt. Tehát azt gondolom, hogy mindenképpen kell ezzel foglalkozni, mert hogy semmi sem változott. Igaz, két évvel valamit akartunk erről beszélni, akkor a Covid miatt nem tudtunk. Tehát mindenképpen kell ezzel foglalkozni, mert a felszólaló hölgy is megerősített abban, hogy még mindig ugyanolyan a szakterhelés. Ezt szeretném javasolni, hogy kerüljön vagy a márciusi, vagy a április testületi anyagba. Köszönöm szépen. Van további hozzászólási szándék. Ha nincs ilyen, akkor én magam részéről befogadom a április testület ülésre. Szavazásban vagyunk, aki el tudja fogadni a határozati javaslatnak a első részét, azt most teheti meg. Kettő igennel elfogadtuk. Kettes határozati javaslat. A polgármester még nem szavazott. Bocsánat. Megállapítom, hogy 12 igennel elfogadásra került. Köszönöm szépen. 13-as napirendi pont tárgyalása következik. Ez a meghívó szerint 11-es előterjesztési hajlási tartósító és építő szociális szövetkezet
tel kapcsolatos tájékoztatójáról és a döntések meghozataláról szól. Bizottságok tárgyalták, a pénzügyi ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja az 1-es, 2-es, 3-as 1-es, 2-es pontot, a 3-as pontról nem hozott döntést. A testület novemberi ülésén jeleztem, hogy újra fogjuk tárgyalni a szövetkezettel kapcsolatos önkormányzati döntéseket. Időközben változás következett be, a szövetkezett taglét számában, mely a szövetkezett alapszabálynak módosítását is igényli. Az előterjesztés az alapszabály módosításon túl a feladatellátási szerződés megkötésére és a szövetkezett vevő követelésének rendezésére is javaslatot tesz. Köszönöm szépen. Van-e hozzászólási szándék, először is kérdések? Sorát nyitom meg. Olá Miklósnak adom meg a szót. Parancsoljon képviselő. Tisztelt polgármester úr, bizottságülésen is volt ez irányú kérdésem, de is ismételtem megkérdezném, hogy a határozati javaslatok közül az egyes határozati javaslatot, ha elfogadjuk, akkor feljogosítjuk az önkormányzat képviseletében a polgármester asszonyt, hogy a alapszabály módosítást írja alá, viszont a becsatolt mellékletben ez az alapszabály módosítás már alá van írva általa is. Ismételten kell-e közgyűlést tartani, vagy hogy oldja fel ezt a ellentmondást? Köszönöm szépen, van-e további kérdés? Kérdések sorát lezárom, parancsoljon, jegyző szeretne válaszolni. Nem? Tisztelt képviselőtestület, ezzel a képviselőtestületi döntéssel hatályosul az akkori elfogadott alapszabály ismételt közüli tartására nincs szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hozzászólás észrevétel a napirendhez. Parancsoljanak, megadom a szót Burdi Judit képviselőasszonynak. Köszönöm szépen, és itt most egy kicsit kifordulok a hajdulánásiakhoz. Egyértelműen lehet látni ezen a testületi ülésen, hogy engem, családomat, a Tedelyen élőket, majd 300 magyar munkavállalót folyamatosan fenyegeti a város vezetése, csak azért, mert kérdéseket, netalán felvetéseket teszünk föl. Nem baj, a kérdésekettől függetlenül jönni fognak. Én azt tudom mondani, hogy aki fél, az kiabál. A polgármester úrnak volt egy ilyen mondata a mai testület ülésen, hogy nem a hátsó szobában dőlnek el dolgok. Csak egy pillanatnyi visszatekintést tegyünk már a tartósító szövetkezet esetében. 20-ban, ha jól emlékszem a dátumra, először én kérdeztem meg ezen a testület ülésen, hogy nem kellene behívni a beszámolások, vagy a beszámolót készítők közé a tartósító szövetkezetet, mert akkor már 38 millió forint tartozása volt. Azt elfogadta a polgármester úr, igaz, hogy a következő évben szintén nem jött be az elszámoló, vagy a beszámoló, de 22-ben már először tárgyalhattuk a tartósító szövetkezetnek a dolgait, akkor már ez a tartozás 40 millió forint volt. A 23-os évünk egyértelműen arra ment el, hogy végre már legalább az asztalra került ez a kérdéskör. A mai napon én is megdöbbentem, hogy most már nem 40 millióról, hanem 45,6 millió forint tartozásról beszélünk. Szintén polgármester úrnak a mai napon volt egy ilyen nagyon erős kijelentése, amire én ott már nem akartam reagálni, de most itt megteszem, hogyha ez a döntés kellett ahhoz, hogy a gazdasági társaságaink ne menjenek tönkre és ne menjenek csődbe, mert ezt állította, akkor én borzasztóan szomorú vagyok, én nem értek egyet ezzel az állítással, de ha ez igaz, akkor önök teljesen alkalmatlanok arra, hogy az önkormányzati gazdasági társaságokat felügyeljék. Szeretnék arra is kitérni, hogy Tóth Imre képviselőtársunk már körülbelül háromszor elmondta azt, vagy nem tudom hányszor, hogy mi az ellen küzdünk, hogy a hajdunánási óvodások és iskolások ne kapják meg az élelmiszert, vagy ne kapják meg az ebédet és a közétkeztetést. Szeretném elmondani önnek, képviselő úr, hogy a közétkeztetési Kft. Nevében kikérem magamnak, ugyanis azt ők biztosítják, semmi köze nincs a tartósító szövetkezetnek, amilyen alapanyagot ők megkapnak, azt bizton állíthatom, hogy ki is fizetik, és egyébként ebből elkészítik azt az ennivalót, amit a hajdunánási gyerekek meg is kapnak.
Még egy fontos mondásom van. Innen is kívánok kellemes ünnepet az összes tartósító szövetkezet dolgozóinak, ugyanis ezt a problémát nem ők hozták. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megadom a szót a polgármester asszonynak. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, akkor ha már időutazást teszünk, akkor én is megteszem. Újra el fogok mondani olyan dolgokat, amik már nyilván elhangzottak, de egyes csoportoknál, tipikusan az ellenzéki képviselőcsoportnál egy süket fülekre talál, nem véletlenül újra lehet utcára menni, használva a nánási televíziót, és olyan dolgokat mondani megint, ami egyrészt sértő, másrészt teljes mértékben valótlan. Azt gondolom, hogy eljátsszák most azt a szerepet, hogy majd látjuk a kommunikációból mindenféle pénzt, megpróbálnak úgy beállítani, elfeketíteni először, és úgy tenni, mintha önök mentenék meg Hajdúnánást ettől. Lehet, hogy egy kicsit saját maguk körül is körbe kellene nézni, mert szerencsére a hajdúnánásiak sok mindenre emlékeznek, és én pedig biztos vagyok benne, hogy azon leszek, hogyha már képviselőasszony ilyen személyes kampányt folytat, akkor én emlékeztetni fogom őket erre, mert így átverni a hajdúnánási embereket nem lehet. A szövetkezet elnökeként pedig azt tudom elmondani, amit 2023. júniusi testületi ülésen is elmondtam, hogy miért is alakult ki így ez a 40 milliós tartozás, amit mindenféle fűnek, fának kiabálnak, és egyébként most jön még az, amit a polgármester úr is elmondott, hogy van egy olyan csapat önök körül, 8-10, jól felismerhetők a közösségi médiában, akik folyamatosan nyomják ezt a kommunikációt, és hergelik ezzel az embereket. Nyilvánvalóan tök jól hangzik, csak éppenséggel abból a kommunikációból nem sok minden igaz, amit önök elmondanak. Nagyon egyszerűen próbálom újra elmondani, hát ha értő fülekre talál. Az önkormányzatnak az a határozottan vállalt feladata és szerepe, hogy a szövetkezet életében munkahelyeket teremtsen, amit szerencsére meg is tudott valósítani, illetve helyi, egészséges élelmiszert juttasson a hajdúnánási gyerekeknek, és pénzügyileg elérhetővé tegye ezt a hajdúnánási családok számára. A mai felügyelő bizottsági ülésen én ezt próbáltam elmagyarázni, mert hogy sokszor ezt nem lehet gazdaságilag eredményesen működtetni. Ugye ki kell emelni, hogy a szövetkezet nem egy gazdasági társaság. Nem úgy adózik, nem úgy működik, sokkal nehezebb körülmények között él. Mi mégis fenntartjuk ezt, mégis küzdünk vele, mert a cél továbbra is a munkahelyek megtartása a hajdúnánási emberek érdekében, illetve a hajdúnánási családok egészséges élelmiszerrel való ellátása. Nem volt könnyű dolgunk eddig, mert a közétkeztetésbe csak alvállalkozóként tudtuk bevinni ezeket az alapanyagokat szövetkezetként, de most megtaláltuk azt a módját, folytatom, ahogy előre is vetítettem, hogy 100%-os önkormányzati tulajdonú cégen keresztül be tudjuk vinni közvetlenül, és sokkal hatékonyabban tudunk működni, és egy nagyobb teret is ad a szövetkezetnek, sokkal nagyobb mennyiségben tudjuk beszállítani ezeket a húsokat. Szeretném kiemelni, hogy itt is van egy kommunikáció, ami elindult. Nem jogszabály ellenesen tesztük ezt, nem játszunk ki semmit, élünk a jogszabály adta lehetőségekkel, az önkormányzat és a hajdúnánásiak érdekében. Sokat dolgoztunk ezen, és sajnálom, hogy önök ebből csak egy politikai kampánykommunikációt látnak. A közgyűlést tartott a szövetkezet annak érdekében, hogy kicsit elkezdje rendezni ezeket a jogviszonyokat. Ugye nagyon sokat változott azóta a jogi helyzet, mióta a szövetkezet megalakult 2013. szeptemberében, és a tagok, több tag is a kilépéséről döntött. Nyilván ehhez hozzájárult az is, amit kaptak az elmúlt időszakban, teljesen méltatlanul, hiszen ők önként mindenféle pénzügyi hozzájárulás nélkül tették meg ezeket a feladatokat, feladatellátásokat. Mégis megkapták, hogy ők is részesei voltak annak, hogy eltűnt ez a 40 millió forint. És én szeretnék is egy határozati javaslatot, egy módosító javaslatot megfogalmazni, pontosan az ő érdekükben.
Az egyes határozati javaslat módosításához szeretném megfogalmazni azt, hogy nem szó szerint, hogy szeretném, ha kinyilvánítaná és tudomásul venni a képviselőtestület minden tagja, hogy a kilépő tagok soha semmilyen pénzügyi szolgáltatást nem vettek igénybe, nem tartottak rá igényt, illetve a kilépésükkor sem tartottak igényt arra a befizetett tagdíjra, amit ők a szövetkezet megalakulásakor beletettek. Én ezt egyrészt az ő védelmükben, másrészt talán a saját lelkiismeretem megnyugtatására is, mert nagyon nehéztétlenül nézni azt, amit önök művelnek. És nagyon sokat akadályozzák azt a munkát, amit mi pontosan azért teszünk, hogy ezek a gyerekek egészséges élelmiszerhez jussanak, és amit ön nem ért képviselő asszony folyamatosan, vagy nem akar érteni, hogy ez a 40 millió forint 10 év alatt ez abból adódott, hogy mi olcsóbban próbáljuk, elérhetőbb áron próbáljuk ezt bejuttatni, amit nyilván nagyon nehéz nyerességesen működtetni. Minden évben maradt egy kicsi adósság emiatt, ami 10 év alatt 40 millió forintra lógott. Ezt nem mi loptuk el, ez a hajdunánási gyerekek érdekében tettük meg, és itt van a rendszerben egy negatív eredmény deklarálva. Sajnálom, hogy ön ezt folyamatosan támadja, az én célom továbbra is az, vállaltan a szövetkezet elnökeként, hogy folytatom ezt a munkát, nem elbújok mögéjük, hanem élükre állok, és folytatni fogjuk ezt a munkát, amíg a hajdunánásiak érdekét szolgálja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy pár dolgot tisztázom, mert úgy látom, hogy fogalomzavar van. Sajnos én azt látom, hogy nincs befogadókészség. Nyilvánvalóan a tényekkel nem akarnak szembesülni. Ez egy jól felépített kampányfogás, gyakorlatilag megpróbálják a várost megvezetni egy olyan ügyben, amiben én azt gondolom, hogy semmiféle eldugnivalónk nincs. Eddig sem volt, és eztán sem lesz. Alapvetően a probléma, és azt gondolom, hogy az ügy félrevitel abból fakad, hogy önök folyamatosan gazdasági társaságokról beszélnek, és a gazdasági társaságokra vonatkozó törvényekből vezetik le azt, amit mondanak. Pedig ez a cég, fogalmazunk így, ez egy szövetkezet, a szövetkezetekre vonatkozó törvény alapján működik, és ennek is kell megfelelnie. Aminek a legfontosabb célja a foglalkoztatás, és ez az alapvető célja a szövetkezetnek. Másik rész, amiben szerintem nagyon nagyot tévednek, és nagyon, aki azt az egészet nem veszi figyelembe, az is nagyon nagyot téved, hogy összességében én is kétszer rákérdeztem, de az elmúlt bő 10 évben vagy 14 évben mintegy 8 milliárd forint érkezett a közfoglalkoztatási programok finanszírozására. Ez az egész budzsé. És ugye ez a belügyminisztérium szervezésében működik a közfoglalkoztatás, gyakorlatilag fel is lehetne számolni, lehetne visszatérni ahhoz a metódushoz, amit önök követtek, hogy reggel elkezdtek sepregetni az emberek, egyik irányba a főtéren, majd elindultak vissza délután. Ennyi volt a közfoglalkoztatási program kis túlzással. Hozzáteszem, hogy ennek a szövetkezetnek a működése ma elengedhetetlen egy sikeres közfoglalkoztatási program működéséhez. Az a fajta a rövid ellátási lánc és közétkeztetési program, amit elindítottunk, ennek a szövetkezetnek a működése elengedhetetlen. És azt is sokszor megbeszéltük, hogy megtehettük volna azt, hogy ezeket a termékeket elvisszük akár más településekre, és elkezdünk árusítani piacot, de mi nem ezt a célt tűztük ki magunk elé, és nem akartunk másfélszeres szorzóval jó pénzt keresni, hanem azt mondtuk, hogy a társadalmi hasznossága az az lesz, hogyha az emberek itt fogyasztják el Hajdunánáson, és elindul egy olyan új gondolkodás, ami nem a 10.000 kilométerről érkező élelmiszerben hisz, hanem arról, hogy helyben a helyi emberek keze által előállított termékekből egészséges élelmiszereket lehet a piacon biztosítani, másrésztről pedig a közétkeztetésben is. Hozzá kell tennem, hogy a tavalyi évben már szóltam erről, tavalyi év sikeres tárgyalásai okán kaptunk nagyjából 300 millió forintot energetikai kompenzációra. Hozzá kell tennem, hogy ebből a szociális szövetkezet nem részesülhetett, ezt a törvényalkotók kifelejtették a sorból, pedig ha egyébként energetikai szempontból egy élelmiszer üzem komoly nehézségekkel küzd, hát egy hűtőházzal és hűtőipari tevékenységgel is foglalkozó, vagy hűtőkapacitással rendelkező élelmiszerüzem igenis nagyon jelentős. Ha megnézzük csak az elmúlt 2-3 évben történő energiatöbletet, az több 10 millió forintra rúg. Önök folyamatosan azzal vádolnak engem, hogy én el akarom dugni, és gyakorlatilag valami bűnös dolgot akarok tenni ezzel a 40 millió, és szerintem látják a lelki szemeik elő, sőt,
különböző médiában már arról beszélnek, hogy hogy osztottuk szét, és kinek mennyi jutott ebből a 40 millió forintból. Lelkük rajta, nyilván még egyszer szeretném elmondani, hogy ki mint él, úgy ítél. Én nem ebből indulok ki, én abból indulok ki, hogy alapvetően, ha bármi eldugni való lett volna ebbe az ügyben, akkor volt egy különleges jogrend intézménye, konkrétan a polgármester egy személybe döntött. Ráadásul hozzáteszem, hogy Nánáson sosem úgy, hogy nem tájékoztatta a képviselőtestületet, bár megtehettem volna. Minden egyes döntéstről tájékoztattam a város lakosságát, és tájékoztattam a képviselőtestületet is, hogy milyen döntések születtek. Meg lehetett volna tenni. Nem tettük meg. Egyszerűen ez a szövetkezet egy folyamatos fejlesztésen ment keresztül, és egyébként jó gazda gondosságával abba bíztunk, hogy eljön majd az az időpillanat, amikor elkezd nyereségesen tudni működni, mert ez is egy mércéje lehet ennek a működésnek, de még egyszer alapvetően szeretném jelezni egy szociális szövetkezetnél, a legfontosabb része az az, hogy munkahelyek stabilan működjenek, és hozzáteszem, hogy az egész közfoglalkoztatási programból közel 8 milliárd forint érkezett egy része bérre, egy része fejlesztésre, maga az a 40-45 millió forint, ami most itt fennáll, mint vevői követelés, gyakorlatilag ez tényszerű, de még egyszer, amikor májusban meghoztuk ezt a döntést, semmiféle pénzmozgás nem történt, úgy, ahogy most a gazdasági társaságoknál egyébként engedtünk el követeléseket, gyakorlatilag ugyanez a logikával történt meg. Abban van igazság, és én ebből a szempontból nem bánom, hogy jobb, hogyha kibontjuk ezt a dolgot, és beszélünk róla, és végig fogjuk majd nézni, hogy egyébként milyen energetikai nehézségei vannak ennek, és miből fakadt ez az összegszerűség. Másrészt meg azt gondolom, hogy ennek az egész ügynek a hátterében azt is tisztázni kell, hogy lát-e el ez a szövetkezet közfeladatot, vagy nem. Mert ha lát el közfeladatot, akkor én azt fogom javasolni, hogy történjen meg egy közfeladat ellátási szerződésnek a létrejötte, mint ahogy a többi gazdasági társaság esetében is ez megvan, minden évben elszámolunk ezzel, és ez egy világos hátteret ad, de elengedésről továbbra sem beszélünk. Én magam részéről azt gondolom, hogy ezt olyan módon kell részletről részletre rendezni, hogy ennek a teljes hátterét láthassa a város lakosság, és értse meg, hogy mi miért történik, mert egyébként nyilván ezt félre lehet magyarázni, szóval meg is teszik kellőképpen. Ezt én köszönöm, abban a tekintetben, hogy legalább van idő és alkalom arról beszélni, hogy mi történik, de egészen biztosan nem az, amit önök mondanak, mert annak nyoma sincs ebben a történésben. A polgármester úrnak adom meg a szót. Tisztelt polgármester úr, úgy gondolom, hogy ezt a napirendi pontot talán a jövő évi ütemtervbe beemelhetnénk minden egyes testületi ülésre, legalábbis júniusig biztosan nagy figyelembe tartana igényt, hogy minden testületi ülésen ezt beszéljük, átrágjuk, ismételjük, nem tudom hányszor, hány formában elmondtuk, amit erről a témáról gondolunk, de ez mindig előjön. Előjön mindig az a hármas válasz részünkről, amit most a polgármester asszony, illetve polgármester úr ismertetett, hogy van ennek egy foglalkoztatási része. Ugye ezt többször én is megfogalmaztam már, hogy az elmúlt, most már lassan több mint 10 évben hány embernek, hány családnak adott ez megélhetést, és amikor emberkék bölcsen olyanokat írogatnak teljes tudatlanságból remélhetőleg, vagy rossz indulatból, hogy nem a szövetkezetet, illetve nem a szövetkezetben dolgozókat támadják, hanem a szövetkezetnek a korrupt vezetőit. Jelen esetben alpolgármester asszony a célpont mindenféle megfontolásból, hogy minden ügyből a 10 évvel ezelőtt ér, és ő legyen a felelős. Viszont azért abban jó lenne belegondolni, hogyha támadjuk magát a szövetkezetet, akkor valószínűleg ennek a szele eléri az ott dolgozókat is, és az ott dolgozók számára is kiváló munkafeltételeket tud az majd biztosítani, illetve hangulatot a munkavégzéséhez, hogyha hetente azt kell olvasni, hogy ők egy olyan szervezeti egységben dolgoznak, amely mindenféle sötét, homályos, akár krimibe illő dolgoknak a részese, és hogy ők ebben a szövetkezetben munkavállalóként ennek akár részesei is lehetnek egyszer, akár egy számonkérés keretében. Na hát ez azért, fogalmazunk úgy, hogy túlmegy a jól érzés határain. Egy. Kettő, elhangzott az, hogy a szövetkezetnek a működését lehet, hogy az lenne a legszerencsésebb persze, hogy bezárni, elengedni, a 40 milliót behajtani valamilyen úton, módon, és akkor hurrá,
túl vagyunk ezen a kérdésen, de nem tudunk ezen túl lenni, mert polgármester úr lehet, hogy csak szőr mentén, de azért célzott arra, hogy az, hogy a közmunkaprogram Nánáson mondhatjuk, hogy eredményes, az nagy részben a szövetkezetnek is köszönhető, mert a szövetkezet rendelkezik olyan munkavállalókkal, akiknek képesítése alkalmassá teszi az egész program sorozatot arra, hogy olyan beruházásokat megvalósítsanak, amit megvalósítanak, és ha a városba körbe megyünk, akár legyen a temető, de most az elmúlt időszakban a Petőfi szobor környezete, vagy a Bástya környezete, még hozzáértő emberek is elismeréssel szoktak nyilatkozni, hogy összességében jó minőségben készülnek el ezek a munkálatok, és hozzátesszük, hogy ezeket helyi emberek, a helyi embereknek készítik el, ez mindenképpen rendkívüli módon fontos. Illetve, ami megint csak nagyon fontos, és ha jól látom, Tóth Imre képviselőtársam is fog, vagy szót kért, és minden bizonyan hozzá is fog szólni. Nem tisztem, hogy megvédjem az ő mondani valóját, de az mindenképpen fontos, hogy ő nem azt mondta, hogy éhezni fognak a nánási gyermekek, vagy itt arról van szó, hogy nem kapnak enni, hanem ő a beszerzett élelmiszerről beszélt, és arról beszélt, hogy tudottan jó minőségű, és nem utolsó sorban helyi, vagy a térségben előállított termékekről van szó, ami megint nem egy megkerülhető kérdés, hogyha városról beszélünk, és a városról úgy beszélünk, mint egy nagy családról, akkor azért ezek fontos és kardinális kérdések, hogyha tudatosan tehetünk azért, hogy a helyi gazdaságot támogassuk, a helyi gazdákat támogassuk, akkor miért ne tennénk? Ilyenkor fölmerül az emberbe óvatatlan az a kérdés, hogy politikai célzatosságon túl van-e más motiváció emögött, hogy támadjuk a sajátunkat, támadjuk azt a szervezeti egységet, amely az elmúlt 10 évben, ha elismeri valaki, ha nem ismeri el, akkor is sokat tett ezért a közösségért, sokat tett azért, hogy lehetőség szerint ne csak egy szólam legyen, ami a sajtóban oly közkedvelt, hogy fenntarthatóság, meg zöld gondolat, meg zöld jövő. A város vezetése nem szokta ezt feltétlenül minden egyes alkalommal a homlokára írni, de a cselekedeteiben, és ez a szövetkezet működése is mutatja, hogy mi ezt komolyan gondoljuk, és komolyan gondoltuk az elmúlt 10 évben is. És amit a polgármester asszony felolvasott, hogy a tagság nem kapott juttatást, jutalmat, semmit nem kapott azért, hogy itt tevékenykedett, sőt 10 000 forintos hozzájárulást sem kéri vissza senki, aki kilépett. Viccesen itt magamban gondoltam, hogy még azt is hozzá lehetne tenni, hogy se dicséretet, se erkölcsi megbecsülést nem kapott senki ezért. Ami ezzel ellentétes előjelű, azt viszont rengeteget kaptunk, meg valószínűleg kapni is fogunk. Ezt az ember elfogadja politikai szintéren, mert választás következik, kell valamivel a népeket, hát fogalmazunk úgy, hogy szinten tartani az érdeklődést, de itt is hangsúlyozom azt, amit mindig is szoktam hangsúlyozni, méltatlan, és a saját városunk ellen mennek ezek a hangulatkeltés és már talán azon túlmutató véleménynyilvánítások, különösen olyan emberek részéről, akik vagy nem ismerik a történetet, vagy rossz esetben ismerik, és még rátesznek egy lapáttal, hogy még rosszabb színben tüntessük fel a saját városunkat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tóth Imrének adom meg a szót, parancsoljon képviselő. Köszönöm szépen. Én bízom benne, hogy ez a gumicsont, amit mindig újra rágunk, valami jó minőségű anyagból készült, nehogy valami méreg szivárogjon ki a szervezetünkbe, de hát rágjuk tovább, mely még bírja. Legyünk tisztában vele, hogy szinte minden hozzászólás indíték a mai testületi ülésen is a 2024-es választási kampány előkészítése, konkrétan a polgármesteri kampányé. Semmi más nem említett a baloldali ellenzék, sehol máshol nem említett problémát, csak ott, ahol nagy Legény Ildikó szerepet vállalt. Nézzünk 3 ilyet, az egyik a gazdasági társaságok napirendje, ahol csak egyetlen egy helyen volt gond, egy olyan pályázattal, ami nem valósult meg 100%-osan, hogy miért, azt az igazgató azt mondja, nagyon szépen bemutatta, jó hosszan, de hát 4-5 év telt el azóta, és nagyon sok esemény volt az, ami ezt befolyásolta, a járvány, a háború, az egész világban tapasztalható anyaghiány, és így tovább. Nehéz dolog a pályázati megvalósítás, mert nagyon sok szemponttól függ, ezt azok is láthatták, akik tedején a munkásszállóra pályázatot adtak be. A másik volt a gépjármű használata, ahol szintén a
nagy élegény Illikó gépőröm jármű használata volt a porondon, hogy ő vajon, elsősorban ő vajon mikor, hova utazik. A harmadik meg a szövetkezet, amit már százszor megbeszéltünk. Én úgy nézem, hogy semmi sem drága politikai célokért, akár a nánási gyerekek egészséges étkeztetése sem. Lehet, hogy ennek a feláldozása a baloldali ellenzéknek megéri a fáradozást, én biztos vagyok benne, hogy nekünk nem. Abban pedig bízom, hogy a nánási lakosok átlátnak ezen a nagyon ritkára szűrt szitán. Köszönöm. Kállai Zsoltnak adom meg a szót. Minden polgármester úr. Az tény, hogy a Facebookon, illetve a különböző közösségi médiás platformokon több olyan hozzászólás is megjelent, amit a polgármester asszony is fejtegetett, és én ott is elmondtam, és szerintem már a nyilvánosság előtt is elmondtam, hogy javadalmazást nem kaptak a tagok, tehát ez egy tény, ezt én is, akivel beszélek, mindig kihangsúlyozom, hogy pénzt nem vettek ki a tagok az szövetkezetből, viszont azok a tények, hogy a elmúlt időszakban tartozása lett a szövetkezetnek az önkormányzattal szemben, illetve az, hogy eddig veszteségesen működött, ezek mind tények. És nem erről kellene beszélnünk véleményem szerint, hanem a célokról és a jövőképről, aminek igazából ez az előterjesztés megágyaz. És én bizottsági ülésen is, illetve most is támogatni fogom a előterjesztés, illetve határozati javaslatokat, hisz a második határozati javaslat, ami ugye arról szól, hogy az önkormányzat egy szerződést köt a szövetkezettel, ez egy olyan dolog, aminek véleményem szerint már korábban meg kellett volna történnie, így én maximálisan támogatom azt, hogy ezek az elképzelések kerüljenek kidolgozásra, és amiről most szavazunk, az valójában csak egy elhatározás a szövetkezet mellett. Tehát én ezt maximálisan tudom támogatni, és ugye csak a harmadik határozati javaslat szól arról, hogy mi lesz majd a tartozással, viszont itt is le van írva, hogy a szövetkezet vissza fogja fizetni a tartozását, az, hogy hogyan és milyen módon, az pedig a következő év elején fog számunkra kihívást jelenteni. De én úgy gondolom, hogy ha ebben tudunk közösen gondolkodni, akkor tud eljutni a szövetkezet arra a szintre, amit szerintem mind a két képviselőcsoport szeretne, viszont az az út, amit mi elképzelünk, az különbözik. És nem lehet az a cél nyilván, hogy a szociális szövetkezet több 100 millió forintot termeljen évente a városnak, hisz nem ez a célja, de az, hogy körülbelül nullán kijöjjön és közfeladat lásson el, ebben én maximálisan partner tudok lenni. Köszönöm. Bodi Gyuritnek adom meg a szót, Palacsony képviselőasszony. A polgármester úr magának azt szeretném mondani, hogy addig, még ennek a tartósító szövetkezetnek az elnöke volt hosszú évekig, nem kellett volna az ott dolgozókat abba a helyzetbe hozni, hogy ezt a tartozás felhalmozásba ön is részt vett, mint vezető. És én kikérem magamnak azt, hogy az ott dolgozók nevében, hogy elkezdenek mögéjük bebújni. Egy vezetőnek igenis kell vállalni a felelősséget. Nem ők halmozták föl ezt a tartozást, hanem önök vezetők. Az első határozati pont arról szól, hogy ugye el kell fogadnunk az alapszabály módosítást. Miről szól? Abban a 9 emberben, aki kilép a tartósító szövetkezetből, abban benne van ön is, a polgármester úr is, és még sok más ember, de ők kevésbé érdekesek ebből a szempontból. Tudja, mit látok? Fölhalmoztak egy csomó tartozást, majdan elegánsan kivonulnak, menekülnek ebből a cégből. Ez az egyszerű tény. Polgármester úr, én nagyon örülök, hogy megvilágosodott 2023-ban, mert tulajdonképpen egy fél éve azon küzdök, hogy gondoljuk át, és ne az legyen a megoldás, hogy elengedjük ezt a mára már 45 millió forintot, hanem más megoldást keressünk. Most már nagyon boldog vagyok, hogy azon küzd, hogy igenis ezt nem lehet elengedni, hanem más formát kell neki adni. Tehát az első előterjesztésünk arról szól, hogy a városvezetők kimenekültek a tartósító szövetkezetből, ott hagyták azt a kupacot, amit sikerült 10 év alatt fölhalmozni. Igen, én akkor is büszke vagyok arra, hogy megmentettük, visszahoztuk erre az asztalra azt a 40 millió forintot, amit önök nagyvonalúan el akartak engedni. És ha mi ezen nem beszélünk, nem mondjuk és mondjuk és mondjuk, akkor nagyvonalúan túllépünk rajta, és egyszer majd csak nem tudom, hogy meddig mentünk volna el.
Igen, most már 10 év után rájöttek arra, hogy törvénytelen az, hogy a tartósító szövetkezet a közbeszerzést megkerülve beviszi a KHT-ba az alapanyagot. Ezt rendezni kell. Én ennek maximálisan örülök, mert ennek így kell lennie. És ez most már így rendezve van azzal a nem egyszerű folyamattal, amit mi ma végignéztünk felügyelő bizottsági ülésen. A kettes és a hármas, a kettes napirendi, vagy a kettes határozati javaslatot tudjuk támogatni. Tulajdonképpen ez egy elvi dolog. Polgármester úr elmondta, hogy még ott tartunk, hogy az kell, hogy eldöntsük, hogy egyáltalán ez a szövetkezet végez-e közfeladatot. Szó szerint ezt mondta polgármester úr, ezzel egyetértek, ha megtaláljuk azokat a pontokat, hogy végez közfeladatot, és ezt leírjuk közfeladat ellátási szerződésbe, magyarán tehát el lehet számoltatni elfelől a költségek felől a szövetkezetet. A harmadik határozati javaslathoz lenne egy módosító javaslatom, egy mondat, kérem beemelni azt a részt, hogy nem kívánja elengedni a tartozását, ezért a megfizetésére részletfizetés és a többi maradt részletfizetést kíván megállapítani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, jegyzőnek adom meg a szót. Tisztelt képviselőtestület, nem jegyzői minőségemben szeretnék szólni, ha ebben minőségemben engedi polgármester úr, hanem 2013 óta alapító tagként vettünk részt a szövetkezet megalakításában. A hivatali érintettségről beszélek, irodavezető úrra. És az utóbbi időszakban, bár ezeket a szavakat azért eléggé megütött, hogy az alapító tagok menekülnek ebből a szövetkezetből, nem képviselő azt, hogy inkább úgy gondoljuk, hogy hát ha békén hagynák ezzel a szövetkezetet, ha mi, mint alapító tagok, nem leszünk ott ebbe a szövetkezetbe a jövőben. Mi eddig is, és nem azért, mert soha senki nem is kellett, hogy megköszönje, mert azt gondoltuk, és azt gondolom, hogy többes számba is mondhatom, hogy ez nekünk, hivatali vezetőként is kötelességünk. És nem, hogy bért vagy bármilyen juttatást nem váltunk, nem is kaptunk, de nincs is ezzel semmi gond. Irodavezető úrral egyértelműen az volt az álláspontunk, hogy az általunk befizetett tagi hozzájárulást is a bennmaradó magánszemélyek részére fogjuk felajánlani, és nem véletlenül. És azért, és a közgyűlésen is elmondtam, megpróbáltam ott is, mert nem azért, mert 10 év munkája számít valamit, elérzékenyülés nélkül elmondani, de elmondtam az ott dolgozóknak, a jelenleg is ott dolgozóknak, hogy ez nem azt jelenti, hogy őket fogjuk cserben hagyni, és a jövőben nem fogjuk segíteni a munkájukat, csak azt az egyet reméljük, hogy békén hagyják ebben az összefüggésben a szövetkezetet. Köszönöm szépen! Amíg itt hallgatom az elhangzottokat, nem tudom eldönteni, hogy az ostobaság, vagy a gonoszság az, ami nagyobb horderejű az itt elhangzottakban. De nem akarom önöket meggyőzni, mert nyilvánvalóan nincs akaratuk arra, hogy bármit is ebből befogadjanak. Értem, de ne akarják, hogy én meg elfogadjam azt, amit önök mondanak. Gyalázatos hazugság, amit mond. És olyan embereket vádol meg, olyan ember, aki még én nem láttam még, hogy maga tett volna az életébe olyat, amit önzetlenül tett volna ezért a városért. Bocsásson meg, nem láttam még ilyet. Most 20 év után, persze most festünk egy másik képet, egy kis ilyen otthonkás, sütögetünk, milyen aranyosak az emberek. Értem, ez egy máz, de higgyel, hogy ez le fog peregni. És az emberek tudják, hogy mi van emögött. És én, megmondom őszintén, azt gondolom, és ugye itt ezt talán Nagynyi Juhász Krisztina fogalmazta meg, hogy volt egy határ, amin azt gondoltunk, hogy nem szabad, hogy átmenjünk. Ez még a régi világban is volt. Amikor az volt, hogy tudatosan semmiképpen nem ártunk a városnak, még akkor sem, ha egyébként azzal a politikai haszonszerzés lehetőségét megvalósíthatnánk. Na ez itt elszállt. A politikai haszonszerzés reményében azt gondolom, no limit, bármit is lehetséges. Tisztelet a kivételnek és tisztelet némely olyan megszólalásnak, amiből fölsejlik az, hogy legalább gondolkodnak azon, amiről beszélnek. Mert nem, hogyha ilyeneket mondanak, vagy nem gondolkodnak, vagy nem értenek ahhoz, és ilyen megszólalások, hogy szégyeljük magunkat, hogy mi nem értünk a hagyományos gazdasági társaságok vezetéséhez.
Hát nézzék már meg, csak legalább számszakilag hasonlítsuk össze, hogy mi történt a vagyongyarapodásban a korábbi időszakban. Ezek összehasonlítható, tényszerű dolgok. Ez nem valami kitaláció. Nem a hasunkra ütünk és mondunk valamit. Nézzük meg a pályázati aktivitást, hogy mennyit dolgozott ez a hivatal, mennyit dolgoztak az elmúlt időszakban az önkormányzatok azon, hogy ez a város egyáltalán így nézzen ki, de nem kell nagy dolog ehhez. Egyszerűen tényszerű. Önök nem arról akarnak beszélni, ami van, hanem akarnak egy olyan virtuális világot festeni, ami meg arra alkalmas, hogy nem a valóságról beszélünk, hanem arról beszélünk, amit önök szeretnének középpontba húzni. Én magam részéről polgármesterként kiállok ezért a szövetkezetért. Azok a célok, amiket megfogalmaztunk, ezek helyesek, követendőek. Nem történt lopás, nem történt csalás, nem történt semmi olyan. És itt szeretném még egy dolgot kérni. Önök ezzel ellentéteset állítanak. Legyenek szívesek, tegyenek büntető feljelentést. Mert ha nem tesznek büntető feljelentést, én azt mondom, hogy önök szándékosan hazudnak és szándékosan vezetik félre a város lakosságát. Tegyenek ebbe az ügybe büntető feljelentést. Én állok elébe ennek a büntető feljelentésnek, és minden módon azt fogom szolgálni, hogy tiszta és világos kép legyen. De tegyék meg ezt a büntető feljelentést, egyébként hazugsággal vádolom önöket és a város tudatos félrevezetésével. Tóth Imrének adom meg a szót. Köszönöm szépen. Születés, mint születés. Sok boldog születés. Boldogabban. Nagyjából ez a napirend is úgy zajlik le, mint jó néhány másik. A demokratikusnak tűnő koalíció tényleg feláldoz, vagy képes feláldozni bármit. Az eddigiek mellé tegyük hozzá, hogy képes emberek évtizedes munkáját keresnék valami mérsékelt szót, évtizedes munkáját semmibe venni, azoknak az embereknek a munkáját, akik pénzbeli elismerés nélkül, csak azért, hogy a munkanélkül élő emberek boldoguljanak, segítettek létrehozni és működtetni egy olyan szövetkezetet, ami több országos elismerést kapott a rendkívül jó minőségi munkájáért. Képesek vagyunk hónapok óta a 40 milliós gumicsonton vitatkozni, mert hogy a politikai célok közé ez illik be. Én pedig inkább azt mondanám, hogy nézzük meg, hogy a szövetkezet és a közmunkaprogram hány milliárd forintos értéket hozott létre, amelyik itt van a városban. És köszönöm azoknak az embereknek, akik most felállnak, és megint azért állnak fel, hogy a szövetkezet tovább működését segítsék. Úgyhogy én inkább azt mondom, hogy köszönöm szépen. És a 10 év múlva megint arról beszélgetünk, hogy van 45 millió forint az adóssága a szövetkezetnek, amit a hajdunánási embereknek a boldogulására és a egészséges életmódjára fordított, akkor én is, akkor is azt ilyen gombot fogom megnyomni. Bár nem leszek itt, de képzeled be. Köszönöm. Bányai Juhász Krisztinának adom meg a szót. Szervusz, úr. Hát elhangzott itt már a másik oldal részéről is, hogy hajdonánási lakos. Én is hajdonánási lakos vagyok, lehet ez a legnagyobb előnyünk. Itt születtem Hajdúnánáson, és mint képviselő én Hajdúnánás érdekeit próbálom mindenképp szolgálni. Én úgy gondolom, hogy ha egy képviselő folyamatosan támad valamit, és nem segíti, hanem támad akár egy céget, intézményt, azt nem érzi magáinak. És ahhoz, hogy valamit magunkénak érezzünk, szerintem meg kell érteni annak a dolognak a működését. És ez megint értő figyelem szükséges, hogy lássuk, hogyan működik. Sokat és sokszor már mint gumicsont térünk vissza erre a szociális szövetkezetre és ennek a működésére. Én visszanyúlnék, mert már régen vagyok itt 2010 előttre, és én emlékszem még arra az időre, amikor gyomorszorító élmény volt bejönni az önkormányzathoz, és belépni ebbe a terembe, és már a költségvetés tervezésekor olyan szűkös intézményi költségvetések születtek,
hogy vissza kellett jönni egy intézménynek, és elmondani, hogy a bért akár nem tudja kifizetni, olyan szűkös jellegű az a költségvetés. Én akkor mindig arra gondoltam, hogy amit a képviselőtársam akkor elmondott 2010-ben, mikor jött egy váltás, hogy elérkezett a szabadság kapujába. És valóban sokat eszembe jut, mikor belépek ezen a kapun, ez a mondat. Ő már nincs velünk, ez a képviselőtársunk most már jelenleg, azért, mert nincs az élők sorában, hogy pontosítsak, de nagyon-nagyon sokszor emlékezem rá, amikor én belépek ezen a kapun. És szerintem egy önkormányzatnak és a képviselőknek úgy kell viselkedni, hogy az intézményeik, cégeik, mindegy gazdasági társaság vagy szociális szövetkezet érezzék azt a biztonságot, amit kell nyújtani egy jó gazdának. És ez a biztonság, ez mindenkinek feladata, hogy megteremtse. Én úgy gondolom, hogy a tagság és az eddigi szociális szövetkezet vezetői mindent megtettek, amit meg lehetett tenni ennek a szövetkezetnek a képviseletéért, és hogy ez a szövetkezet ezt az eredményt, ezt az értékteremtést végre tudja hajtani azokkal a személyekkel, akiket foglalkoztat. Én tovább mondom, és én köszönetemet szeretném kifejezni a tagoknak, akik eddig ott voltak, és nyilván pénzbeni hozzájárulás nélkül végezték ezt a tevékenységet. És én köszönetemet szeretném kifejezni alpolgármester asszonynak is, hiszen egy intézkedési tervet, egy stratégiai tervet hozott elénk, és ennek a stratégiai tervnek egyik eleménél vagyunk, ami elég jól kidolgozott és részletes ebben az előterjesztésben, és ennek melléklete az az alapszabályzat, ami ugye nyilván a működést is megalapozza. Én nagyon sok erőt kívánok a polgármester asszonynak ennek a megvalósításához, és én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez pozitívan és jól megvalósuljon, minden egyes képviselő mellé álljon és támogassa azt. Köszönöm szépen, én szavazás előtt szeretném bejelenteni, hogy érintettséget, de hogy szeretnék részt venni a szavazásban, illetve volt egy felvetés, amit képviselő asszony mondott, arról majd kell egy belső döntés hoznunk. Én szeretnék egy kiegészítést tenni, amit szeretnék szövegszerűen felolvasni. Hagymás más önkormányzat képviselő testületet tudomásul veszi, hogy a kilépő tagok a szövetkezeti tagsági viszonyokból eredően a tagsági viszony fennállása alatt a munkaviszonyból származó munkabért kivéve semmilyen juttatásban nem részesültek, anyagi szolgáltatást a szövetkezettől nem kaptak és nem kapnak a kilépéskor sem. Tudomásul veszi továbbá, hogy az önkormányzati tisztségviselő és a hajdási közös önkormányzati hivatal közszolgálati tisztviselő, kilépő szövetkezeti tagok a kilépéskor a befizetett tagi hozzájárulás visszafizetésére sem tartanak igényt. Az érintettségre kell. Az érintettségről majd szavazás kell, a polgármester úr. Én is az érintettségemet szeretném bejelenteni, illetve hogy szavazni fogok, már csak azért is jelentem be, hogy ezzel ne terheljem azokat, akik ezért akarnának feljelenteni legközelebb, hogy ezt nem jelentettem be. Ugyanezt a polgármester asszonynak is. Szintén szeretném bejelenteni az érintettségemet, de természetesen szavazni kívánok a szövetkezet ügyét illetően. Először az érintettségről szavazunk, aki nemmel szavaz, az azt jelenti, hogy elfogadja. Hogy nem zárja ki a szavazásból a személyes érintettség. Igen. Most igen, nemmel szavazunk. Most szavazunk a személyes érintettségre. 4 igen, 8 nem. Elfogadásra került. Nem zárta ki. Nem zárta ki. Köszönöm szépen. Következő képviselőasszonynak volt egy javaslata, ami arról szólt, hogy mi volt pontosan szövegszerűen? Szövegszerűen, hogy kérem beemelni a 3-as ponthoz a
tehát hogy a szemben fennálló vevőkövetelésnek nem kívánja elengedni, ezért megfizetésére, részletfizetésre és utána marad tovább a szöveg. Köszönöm, hogy ezt nem támogatom. A januári testületülésre vissza fog jönni az előterjesztés, abban ez pontosan szabályozva lesz. Itt az igen, a nem. Nem, a nem az nem. A nem, a nem. Öt igen, hét nem, mert ez nem került elfogadásra. És akkor most három szavazás. És akkor három szavazás lesz először. Az első határozati javaslattól döntünk most. Az igen, az igen. Igen, az igen. Tizenegy igen, egy tartózkodása az elfogadásra került. Kettes határozati javaslat. Tizenkettő igen, az elfogadásra került. Hármas határozati javaslat. Tizenkettő igen, az elfogadásra került. Tehát is köszönöm szépen. 14-es napi rendi pont tárgyalása következik. Ez a meghívóban a 13-as napi rendi pont volt. A előterjesztés házi segítségnyújtásra kötendő feladatellátási szerződés tárgyában szóló előterjesztés, pénzügyi és egészségügyi bizottság tárgyalt és mind a két bizottság elfogadásra javasolja. A házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladat ellátására vonatkozó szerződésünk 2023. december 31-én megszűnik. Önkormányzatunknak gondoskodnia kell új szerződésre és a rászorulók ellátása érdekében. A Hajdú Sansz Kft-vel a tárgyalások eredményesen zárultak, így a házi segítségnyújtás alapellátást a továbbiakban ők nyújtják a szerződés szerint. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés? Kérdés, hozzászólás. Hozzászólás, Annyi Juhász Krisztina. Polgármester úr, ez egy nagyon fontos kérdés maga a szociális területen is a házi segítségnyújtás, hiszen ezzel a feladattal járulhatunk ahhoz hozzá, hogy bárki, aki segítséget igényel otthonába maradjon, és ne kelljen tartós bentlakásnyújtó intézménybe elhelyezni. Ez az előterjesztés arról szól, hogy tulajdonképpen a hajdúsági házi segítségnyújtó szolgálat egy feladatellátási szerződés keretében gondoskodni fog tovább ezekről a személyekről, és 30 főre megkapja ennek az engedélyét, vagyis reménykedünk benne, hogy meg fogja kapni, és ugyanazok az emberek, akik a házi segítségnyújtás szakfeladatát végezték, továbbra is foglalkoztatottak maradnak, hiszen előtte már a református egyház foglalkoztatta őket, és ugyanezt a házi segítségnyújtó szolgáltatást biztosították. Tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy maga az ellátott személyek száma megmaradjon, a szolgáltatás tovább folytatódjon, és azokkal a személyekkel, akik ezt eddig is biztosították. Köszönöm szépen. Nyilván itt célszerű megemlíteni és megköszönni az együttműködést a Református Egyházzal, hiszen ez több mint 10 évig tartott, és én azt gondolom, hogy ha most itt az előbb 40 millió forinton rugóztunk, ami nyilván sportszerű. Itt azt is elmondhatjuk, hogy itt 100 milliós nagyságrendű az a megtakarítás, amit az önkormányzat abból eredeztett, hogy együttműködött a Református Egyházzal, és gyakorlatilag közösen látták el ezt a feladatot. Köszönet érte, és azt is szeretném jelezni, hogy amíg megérkezik egyébként az új szolgáltatónak az engedélye, addig a Református Egyház ugyanúgy, mint ahogy eddig is ellátja ezt a feladatot, nem lesz közte üres járat, nem lesz olyan nap, amikor mondjuk ezek az ellátottak nem részesülnének ellátásba. Bakó Sándornak adom meg a szót. Parancsoljon, képviselő úr! Tisztelt képviselőtestület! Teljes mértékben egyetértek polgármester úrral. Köszönjük a Református Egyháznak az eddigi munkáját. Én megmondom őszintén, én szerettem volna, ha ők folytatják, mert én úgy gondolom, hogy egy helyi közösség jobban tud odafigyelni a sajátjaira, de meggyőződésem az, hogy a Hajdúsansz is meg fogja tudni oldani a dolgot megfelelő minőségben.
kívánok nekik, és legalább ilyen hosszú együttműködést, mint a református egyházzal volt. Köszönöm szépen. Köszönöm, alpolgármester asszony. Köszönöm a szót, polgármester úr. Örültem annak a felvetésnek, amikor a református egyházközség úgy döntött, hogy visszaadja ezt, és polgármester úr szolgálmazta, hogy találjuk meg azt a méltó utódlást, aki ugyanilyen megnyugtatóan tudja ezt a feladatot ellátni. És örülök annak, hogy itt volt a bizottsági, több bizottsági ülésen is dr. Szabó Tamás és Szabó Krisztina a Hajdonsanz Kft. Képviseletében. Azért az ő szaktudásuk, hozzáállásuk és azok a letett eredmények, amik aki ismeri az ő pályafutásukat, az mindenképpen fejet hajthat előtte. Azt gondolom, hogy egy megnyugtató jövőképet ad nekünk ebben a tekintetben. Emeljük ki azt, hogy az itt dolgozóknak továbbra is megmarad a munkahelye. Talán ez is az egyik legfontosabb volt ebben a kérdésben, és örülök annak, hogy megnyugtató megoldást sikerült találni. Kívánok nekik nagyon jó munkát, és még egyszer köszönöm a Református Egyháznak az eddig elvégzetteket. Köszönöm szépen. Nagy Jóász Krisztina újfent. Tessék. Szót, polgármester úr, rövid leszek, csak az aggodalmakat akarom nyilván szétfoszlatni, hogy a Fehérbot és a Hajdúsansz már elég régóta itt van városunkban, és jól ismerik a területet, és többen is ellátásban részesülnek, úgyhogy szerintem a Református Egyház mellett ők bizonyára rendkívül jó színvonalon fogják elvégezni ezt a tevékenységet is. Köszönöm szépen, nem látok további hozzászólási szándékot. Én magam részéről akkor úgy zárnám, hogy van egy együttműködés, amit lezárunk köszönettel, és kezdődik egy új, amiben meg reményteli, hogy azt mondjuk, hogy abban reménykedünk, hogy az legalább ilyen magas színvonalon és legalább ilyen hosszan fogja tudni szolgálni az ellátottaknak az érdekeit. Erről tudunk most döntést hozni. Igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. 15-ös napirendi pont következik, ez 14-es napirendi pont volt, ez a Hajdúböszörményi Tankerületi Központnak a előterjesztése. Művelődés Oktatási Ifjúsági és Sportbizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ megküldte önkormányzatunk részére az általános iskolák beiskolázási körzetének tervezetét, melyről a testületnek kell vélemény nyilvánítania. Az előterjesztés annak elfogadására tesz javaslatot. Ehhez kérdés, Nagynő Jóász Krisztina, nem kérdés, parancsoljon. Egy észrevétel csak pusztán, hogy megegyezik ez a tankerület által küldött elfogadása azzal a kéréssel, amelyet az iskolák nyújtottak be. Ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hiszen az iskolák itt voltak azon a maisbülésen, amikor felvételi körzethatárokat is tárgyaltuk, és igazgató úr, Tóth Imre igazgató úr hozta be azt a plusz kiegészítést, ami alapján az iskolák kérték a felvételi körzethatárok általuk optimálisnak ítélt bejelölését, és ez került elfogadásra. Köszönöm szépen, további kérdés, hozzászólási szándék. Ha nincs, akkor a határozat elfogadására teszek javaslatot. 11 igen, egy tartózkodással elfogadásra került. 16-os napirendi pont tárgyalása következik, ez a meghívó szerint a 15-ös napirendi pont. Előterjesztés a Beletyújfalvi Szakképzési Centrumnak a vagyonkezelési szerződéséről szól. Előterjesztés, két bizottság tárgyalta és mindenkét bizottság elfogadásra javasolja a pénzügyi ügyrendi bizottság javaslattal. Az előterjesztés a Beletyújfalvi Szakképzési Centrummal kötött vagyonkezelési szerződés felülvizsgálatáról szól, amely a korábbi testületi döntéseket követően vált szükségessé. Megadom a szót Bódugyitnak, parancsoljon. A pénzügyi bizottság szó szerinti módosítást tett, amely úgy szól, hogy a Bocskai út 29 szám alatti ingatlant a Geomen Kft. 138/2023-as munkaszámú változási vázrajzának megfelelően a centrum használja, szövegezés szerepeljen. Köszönöm. Köszönöm. Ehhez kapcsolatban van-e kérdés?
hozzászólás, észrevétel. Ha nincs ilyen, akkor kettő darab határozatról beszélünk. Először az első határozati javaslatról döntünk. Igennel elfogadtuk, és a kettes határozati javaslatról döntünk. Fent említett javaslat befogadására. Igennel elfogadásra került. Köszönöm szépen. 17-es napirendi pont tárgyalása következik, az előterjesztés. Ez egy előterjesztés a 2024 évi startmunkaprogram keretében benyújtott pályázatok önerő kiegészítéséről szól. Bizottságok közül a pénzügyi és a városfejlesztési bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Az önkormányzat 2024 évre három járási startmunkaprogram indítására vonatkozó kérelme gyújtott be a járási hivatalhoz. 2023. 12-től szóló minimálbér növekedés beépítésre került a 2024 évi pályázatba, amely kapcsán mindhárom start mintaprogram esetében a támogatott összeg megnövekedett, így az önerő aránya is változott a korábban meghozott döntéshez képest. Ez a motivációja magának az előterjesztésnek. A határozati javaslatban a következő szerepel. A testület úgy határozza, hogy az alábbi járási startmunkaprogramokra pályázatot nyújt be a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal, a hajnási járási hivatalához 496.495.954 forintos keretben, és ehhez kell nekünk 10.046.325.000 forint önerőt biztosítanunk a 2024 évi költségvetésben majd. Kérdés, hozzászólás, észrevétel, az igen gomb megnyomásával tudjuk ezt elfogadni. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. 18-as napirendi pont tárgyalása következik, ez az 5383-as helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról szól előterjesztés. Bizottságok tárgyalták és elfogadásra javasolják javaslattal. A testület korábbi ülésén tárgyalta az 5380/3-as helyrajzi számú üdülőterület megnevezési ingatlan vonatkozásában kettő darab felépítmény tulajdonos megkeresését. További döntések szükségesek az ingatlan hasznosítása érdekében. Kérdezem a bizottság elnökeit, hogy milyen javaslattal éltek, hogy volt-e ilyen? Előterjesztés szerinti összeg. Az előterjesztés szerint összegszerűség. Köszönöm. Van-e kérdés az előterjesztéshez? Hozzászólás, észrevétel? Köszönöm szépen. Először az első határozati javaslatról döntünk. 12 igen, ezt elfogadtuk, most a kettes határozati javaslatról döntünk. 12 igen, ezt is elfogadtuk. Köszönöm szépen. 19-es napirendi pont tárgyalása következik, az előterjesztés a Tiszamenti regionális víz meg zárt körön működő részvénytársággal kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosításáról szóló előterjesztés. Tárgyalt a pénzügyi és városfejlesztési bizottság és elfogadásra javasolja. Az önkormányzatunk 2014-ben kötött szerződést a Tiszamenti regionális víz meg ZRT-vel a tulajdonában lévő víziközmű vagyon működtetésére. A szerződés mellékletét képezik az átadott vagyonelemek, amelyekben az elmúlt időszakban jelentős változások következtek be a fejlesztések révén. A módosítás alapvetően a melléklet aktualizálását tartalmazza. Van egy kérdés az előterjesztéshez kapcsolódóan? Hozzászólás, észrevétel? Ha nincs ilyen, akkor az igen gomb megnyomásával. Igennel elfogadtuk. Köszönöm szépen. 20-as napirendi pontnak a tárgyalása következik, ez a Wi-Fi Security Kft-nek a kéreméről szól. Városfejlesztés a pénzügyi bizottság javaslattal javasolja elfogadásra. Az előterjesztés a Wi-Fi Security Kft. Kéreméről szól. Béleti szerződés hosszabbításáról tudunk döntést hozni. Béleti szerződés az önkormányzat tulajdonában lévő hajdonállás 2810/2-es helyrajzi számú természetben hajdonás piasztér terület alatti víztoronyra vonatkozik, ahol 2009 óta a hajdonás város térfigyelő rendszerének kiépítését, fejlesztését, karbantartását végzik.
jelenlegi bérleti díj. A javaslat a jelenlegi bérleti díj mértékében határozza meg a bérleti díjat. Kérdezem, hogy van-e ehhez kérdés, hozzászólás, észrevétel? Ha nincs, akkor az igen gomb megnyomásával tudjuk megtenni. Köszönöm. Megállapítom, hogy... 12 igen egyhangú volt. 12 igen egyhangúval állapítom meg, bár nem látom, hogy ez mennyi. Igen, de ott jön. Ott jön, 12 igen elfogadtuk. Köszönöm szépen. Zárt ülés előtt egy körkérdés. Köszönöm szépen. Többször kísérletet tettem már rá, hogy próbáljak reagálni azoknak az embereknek, akik a közösségi médiát használják arra, hogy nekem kérdéseket tegyenek fel a város súlyosan érintő ügyekben. Válasz nélkül megnyilvánulnak. Én újra egy gyenge kísérletet teszek arra, hogy vannak fogadóóráim, azon túl is általában ben vagyok a hivatalban, amikor nem szólítanak el egyéb ügyek. Én nagyon szívesen látom őket, mindig megválaszolom a kérdéseket, és legalább adjunk egy esélyt annak, hogy próbálják ők is megérteni, hogy miről beszélünk itt többször. És akkor én ezzel magam mögött is hagynám ezt a mai napot, szerintem megpróbáljuk mindannyian a lehető leghamarabb elfelejteni. Nyilvánvalóan méltatlan volt a Hajdonlanás lakosságához, a képviselőtestületi üléshez, ahogy ezt az utóbbi időből már megszokhattuk, és többször el is hangzott, és mindezt magunk mögött hagyva tekintsünk egy kicsit előre. Mindannyiunknak az év egyik legszebb időszaka következik az életében. Én minden hajdonlanási embernek, kicsinek és nagynak egyaránt kívánok áldott békés boldog ünnepeket, és egy eredményesebb, sikeresebb, békésebb, boldog új esztendőt. Köszönöm szépen! Köszönöm, Török képviselő úr! Magam is kívánok minden hajdonlanási lakosnak kellemes és boldog új évet! Köszönöm, képviselő úr! Először is szeretném megköszönni a hivatalnak a együttműködését a Hajdonlanás tedején lévő busz megálló mögötti fa kivágásában, amit én kértem, és a napokban ez megtörtént, úgyhogy ezt köszönöm. A mai napról annyit, hogy Hajdonlanás televízió néző és lakó is hallhatták, hogy képviselőcsoportunk nagyon sok támadást kapott, és fog is még a következő időszakban, de bennem az erősíti, vagy azt erősíti, hogy ez azt jelenti, hogy amiért minket a hajdonlanásiak ide küldtek, azt jól csináljuk. Hogy igenis föltesszük azokat a kérdéseket, azokat az észrevételeket, amik az önök fejében fogalmazódik meg legfőképpen. És a képviselőcsoportunkról még azt szeretném elmondani, hogy mint minden évben, ebben az évben is decemberben felajánlottuk a tiszteletdíjunkat, ebből csomagokat készítettünk, amivel szeretnénk bearanyozni hajdonlanási családok karácsonyát, ünnepét, és igen, ebben az évben rendhagyó módon, de nagyon jó hangulatban saját készítésű mézes kalácsokat is tettünk ezekbe a csomagokba, illetve Hajdonlanás főterén a város fájánál a tegnapi napon kint voltunk meleg teával, találkoztunk emberekkel, és nagyon kellemes beszélgetéseket folytattunk. Én ezekkel a gondolatokkal kívánok minden hajdonlanási polgárnak békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, és 2024-re pedig kívánom önöknek, hogy az összefogás és a szeretet az költözzön be minden hajdonlanási háztartásba. Köszönöm szépen! Hajdonlanás város minden lakosának nagyon békés, boldog karácsonyi ünnepeket, és még boldogabb új esztendőt kívánok. Bízzunk benne, az elkövetkezendő év az jobb lesz, mint a mögöttünk hagyottak. Köszönöm. Köszönöm a szót. 2023 nem a legjobb év volt, hisz nagyon sok nehézségbe ütközött az átlag városlakó is. Elég csak bemenni egy boltba, az ottani árak azért lesokkoltak.
engem is többek között, illetve közeleg a karácsony és közeleg az új év, bízva abba, hogy itt az év végét kipihenjük az ünnepek alatt, családunkkal, szeretteinkkel töltjük ezeket a napokat, és bízva abba, hogy 2024 sokkal jobb év lesz a mostaninál, így én szeretnék minden hajdonállási lakosnak boldog karácsony kívánni, és sikerebben gazdag, boldog, békés új évet. Köszönöm szépen, polgármester úr. Két ünnep előtt állunk. Én mindkettőhöz mondanék néhány szót. A karácsony nem az ész ünnepe, hanem a szívé. És a szív érzi, hogy azok is ott állnak veled a karácsonyfa alatt, akiket a szemeddel nem látsz, és az eszeddel nem hiszel. Az új év kapcsán pedig néhány kívánság. Kívánok az új évre 12 szerencsés hónapot, 52 vidám hetet, 365 sikeres napot, 8760 egészséges órát, 525600 boldog percet, és 31.536.000 örömteli másodpercet. Köszönöm. Születésnapos. Köszönöm szépen, egy kicsit elmélyedtem a gondolataimban, és Bakós Sanyi számai térítettek magukhoz, és akkor szakmai átulomként engedjék meg a városlakók, hogy én is számokkal kezdjem, és köszönetet mondjak közel 1600 diáknak, aki az általános iskolában, a középiskolában, a középiskolai kollégiumban és a művészeti iskolánkban élményeket gyűjtött és élményeket adott számunkra, és köszönöm a szülőknek a segítséget, és köszönöm mindenkinek, aki az iskola működését bárhogy is segítette. Ezt most nem sorolnám fel, mert nem csak az új év, hanem az új év is a végére érne. És a gondolataimban én még elköszöntem Ötvös Attilától, és akinek a helyén ülök. Köszönöm a szót, polgármester úr. Visszatekintettem én is, ahogy képviselőtársaim itt az elmúlt időszakra, és én kicsit hosszabban, és mindenképpen szeretném megköszönni a képviselőcsoportnak, a polgári összefogás képviselőcsoportjának, hogy sok-sok éve már hosszú éveken keresztül segítést támogatja a Nánás Angyalát, felajánlva a tiszteletdíját, és nagyon-nagyon sok emberhez jutnak el ezek a csomagok, szebbét éve a karácsonyukat ezeknek a családoknak, mint ahogy ez ebben az évben is megtörtént. Én nagyon szépen köszönöm. A másik gondolatom pedig advent idejére vonatkozik. Mindenkinek azt kívánom, és itt most csatlakoznék Bakó Sándor képviselőtársamhoz, és én is egy idézettel készültem. Legyen az ünnep csendes, mint szíved dobbanása, legyen békés, mint a hóhullása. Legyen szép, mint gyertyaragyogása, és vidám, mint gyermek kacagása. Áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek, és boldog új esztendőt! Képviselő. Köszönöm szépen. Kívánok minden hajdonállási lakosnak békés karácsonyt, és áldott boldog új évet. Én magunknak is szeretnék kívánni. Magunknak meg kampánymentes testelt üléseket szeretnék kívánni. A polgármester úr? Ettől nagyobbat nem tudok mondani, úgyhogy mást fogok. Én köszönöm az egész éves együttműködését a városnak, közösségünknek, a hivatalnak és mindenkinek, aki tevőlegesen, szóban, tettben, cselekedben tel hozzájárult ahhoz, hogy ez az év is sikerüljön. Persze megoszlanak a vélemények, hogy hogy sikerült, hogy nem. Én úgy gondolom, hogy a lehetőségekhez képest mindenki megtette a magáét. Nekem sokszor és sok helyen volt lehetőségem beszélni, nem is keveset. Én most nem is szeretném ezt itt már tovább fokozni,
Úgyhogy ezúton szeretnék kívánni mindenkinek nagyon boldog karácsonyt és egy eredményes új évet, aztán, hogy majd milyen hangulatba fog telni, azt majd jövő karácsonykor levonjuk, hogy hogy sikerült a 24-es év. És itt zárásként még annyit szeretnék mondani, hogy e hónap 23-án, szombaton délután 16 órától a képviselőcsoportunk mindenkit vár nagy szeretettel egy halászlére, ahol tudunk egyet még az idén beszélgetni, politikáról is lehet, de talán nem ez lesz már a hangsúly, hanem azon legyen a hangsúly, hogy vége van az évnek, mindenki tud a családjával talán egy kicsit többet és intenzívebb időt tölteni. Én kívánom, hogy mindenkinek úgy alakuljon itt az előttünk álló néhány nap az év végéig, amilyet ő elképzelt, amilyet ő szeretne. Ugye ezúton kívánok mindenkinek békés, boldog ünnepeket. Köszönöm szépen. Amikor visszatekint az ember az elmúlt mögöttünk lévő időszakra, akkor szerintem számtalan olyan pillanatunk van, amely beleég a szívünkbe, lelkünkbe és az elménkbe. Ilyen volt az, amikor örvendezhettünk azoknak az alkalmaknak, azoknak a teljesítményeknek, azoknak az embereknek a közösségéért, szolgálatáért, akiket a város napján elismerhettünk. Én azt gondolom, hogy ez is mutatja Hajdúnánásnak közösségi erejét és azt, hogy milyen sok területről tudunk szolgálni, tudunk munkát végezni, tudunk energiát mozgósítani, tudunk szeretetből cselekedni azokért, akik körülöttünk vannak. Én szeretném megköszönni azoknak a szívbéli szeretetét szintén, akik bármilyen formában az elmúlt időszakban adománygyűjtésekbe bekapcsolódtak, úgy a Nánás Angyalába, úgy a Református Szeretett Szolgálat gyűjtésébe, úgy akár az intézményi vagy egyéb közösségi kezdeményezésekbe. Ezek szintén megmutatják a közösségünknek az erejét. Természetesen belénk égnek azok a pillanatok, amikor a veszteségeink vannak, amikor a vereségeink vannak, amikor az életnek látjuk a végét és tragédiáját. Legyen mindannyiunknak ereje ezeknek a nehéz terheknek az elhordozásához, mert arra tudunk tekinteni, ami a legfontosabb ebben az ünnepben, hogy Isten úgy jött közel az emberhez, hogy őt elküldte az ő egyszülött fiát érettünk, azért, hogy nekünk örök életünk legyen, a Földön pedig azzal a krisztusi indulattal kell és kellene mindenkor egymás iránt lennünk, amely nem meghátrálás, nem félelem, hanem a józanság, a megfontoltság az egymásnak valódi tisztelete és szeretetében mutatkozik meg. Így kívánok mindenkinek áldott boldog békés karácsonyt és boldog új évet, kegyelemmel teljeset. Én szeretném megköszönni a helyről én magam is, hogy az önkormányzat hivatali dolgozóinak egész éves munkáját és törődését megkaphattam, illetve élhettem vele. Köszönöm az ő segítségüket, és köszönöm a körzetben lévő lakóknak, hogy fordultak hozzám bizalommal, legyen ez a kapcsolatunk továbbra is a következő esztendőben is ugyanilyen eredményes, virágzó. Köszönöm szépen! Tisztelt képviselőtestület, kedves hajdúnánásiak! Én azt szeretném megköszönni egy év után, illetve ezen év után, hogy dolgozhattunk és szolgálhattuk Hajdúnánást. Remélem, hogy a többség elégedettségére, a lakosok többségének elégedettségére és kevesebb részben elégedetlenségére. Igyekszünk legjobb tudásunk szerint a jövő évet is ennek mentén végezni és teljesíteni, és hogyha itt a kívánságoknál tartottunk, talán magunknak is, a hivatalnak is annyit szeretnék kívánni, hogy hagyjanak bennünket dolgozni. Áldott békés ünnepeket és boldog új évet kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és nagyon nagy tisztelettel köszönöm mindenkinek az egész éves munkáját. Vannak olyan pillanatok, amiket jó lenne, ha nem történtek volna meg, vannak olyan pillanatok, amire meg örömmel emlékszünk, és valószínűleg, hogy remélem, hogy összességében az örömmel való emlékezés azért az többször fordult elő, és nagy tisztelettel köszönöm a hivatalnak is az elvégzett munkát. Egyre nehezebb körülmények között kell dolgozni, és nyilván egyre kevesebb energia jut arra, ami egyébként a város lakóit érdekli, hiszen nyilván nekünk alapvetően nem az lenne a dolgunk, hogy itt egymással foglalkozunk, hanem a város ügyeit vigyük előre. Én erre is szeretnék kísérletet tenni, hogyha lehet, a kampányt azt próbálják meg kívül hagyni a falakon kívül. Tegyék, elég nagy ez a város ahhoz, hogy tudjanak kampányolni, ha lehetne a testületülésen tegyük ezeket, és ha lehet
köztörvényes bűncselekményekkel, csak akkor vádoljuk egymást, hogyha ezt tudjuk bizonyítani. Én erre kérném önöket, mert ez a színvonal, amire most süllyedtünk, az azt gondolom, hogy ez nagyon szomorú. Nem akarok ebben mélyebben belemenni, főleg nem egy ilyen köszöntés pillanatában, de semmi másról nem szól, mint hogy azok az örömek, amelyek itt vannak közöttünk, azokról elterelje a figyelmet. Én hiszek abban egyébként, hogy mind a szeretet, mind az összetartozás, az összefogás az ott van a hajdonállási otthonokban. Sőt, én azt gondolom, hogy számos jelét is láthatjuk ennek évről évre, hónapról hónapra. Nyilván a bizonytalanság is ott van, és ahogy a bizonytalanságot próbáljuk erősíteni, ráadásul ilyen formában az pedig nem visz sehová sem, előre semmiképpen nem. Én annyit kérek a város lakóitól, hogy legyenek bölcsek, és tegyenek föl legalább kérdéseket maguknak, és kérdezzenek önmaguktól is, és a szeretteitől is, akik esetleg talán többet láttak, vagy idősebb emberek is láttak sok mindent már ebben a városban. Áldott békés karácsonyt és boldog ünnepeket kívánok önöknek, televízión keresztül a város lakosságának, és tényleg azt kívánom, hogy egy olyan hangulatba tudjunk visszajönni, amikor fölülemelkedik az egyéni érdekeken a közösségi érdek. Én magam részéről ebben vagyok érdekelt, és ebben az irányba próbálok folyamatosan kísérletet tenni, és ezt továbbra is ezt fogom tenni. Áldott békés ünnepeket kívánok mindenkinek, és boldog új évet!